Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel, kedv van, szép idő, jó reggelt kívánom mindenkinek, hello Feri, hello Jani, jó reggelt. Valamit belekevertem a szemembe, ez nem volt jó ötlet. Aha. Csípősbe nyúltam, és aztán a szemembe. Ajjajjajjaj. Hát közvetlenül ugye a bukta előtt, amit nagyon-nagyon szépen köszönök valamelyik kedves hallgatónknak, aki annál keresztül küldte be hozzánk, gyönyörű szép szilvás bukták fogadtak minket bent az asztalon. Igen. Nem is tudom, ez most ki nekünk szól, vagy az Annának szól esetleg. Hát, hát nem baj, ez bukták valami. Ez Anna. Annát akarja becserkész valami 70 pluszos. Hát bocs, perec, gondolom ők. Valaki nagyon akar már panírozni, nagyon régóta, és hogy a buktákon keresztül vezet az Anna pendejéhez. Anna buktájához. Anna buktájához, a többi bukták keresztül vezet az út. Gyerekek, bármilyen célra küldte bárki, ez így most van. Jó. Általában nem mindig jó, amit kapunk, de ez most finom. Így van, ez így van. Jó. És jól jegyez meg, bárki is küldte, nagyon kedves hallgató, nagyon szépen köszönjük, hogy Anna Szilvás buktája csak a Petié. Hello, Anna. Jó reggelt, Perec küldte, Zoli. Tényleg? Igen, törzs hallgatunk. Aha. Általam. Ő küldi ezt a másikat is, amit sose eszünk meg? Melyiket? Azt a tönkölyöset. De hát figyelj, úgy elfogy, mint a húzat. Tényleg? Cserélj, mondjuk már meg, hogy cserélj el. Ez jó? Én nagyon szeretem a tetejét. Akkor ne cseréljük. Ha szeretitek, akkor hát már. Hát adjon abból csak egyet, kettőt. Ebből is. Hát, vagy így van, csak a tetejét küldjed. Zoli, csak a tetejét küldjed. Igen, vagy csak a tetejét küldjed. Vagy néha legalább ilyet, mert az a tönkölyös, az abból a virágból ki lehet üldözni. Az aljával barátkozz a Petőfi. Igen. De hogy is nem, jó fej, óra után jönnek, tudom, hogy kipre Króildi, így körözni szokott, nem meri elvenni. Csak óvatosan ezekkel a szövegekkel. Óvatosan, aztán rád is megharagszol. Mint a Janival, csak beszél már senki. Igen, aztán rád csak köszönnek. És ő így elkap téged útközben, vagy igen, vagy megvár? Hát ő szállít ugye reggel, és mi szoktunk találkozni. Aha. Hát persze, ide-oda. Lehel piac, ide-oda. Aha. Budára. Uh-huh. Tudja az én kis utamat. Persze. Jövök, megyek. Erre csak úgy véletlenül érte, tudja az utadat. Aha. Tudja, hát tudja, hogy hány órakor vagyok a metrónál, mikor lépek ki a lépcsőházba. Ajj, ez kóros, ez fura. Furcsa egy kicsit, igen, nekem is. Anna! Jaj, csak te vagy az! Hoztam a tönkölyös kockákat. Igen, itt vagyok újra. És hát ez jó. Na, egészség. És ez most melyiket teszed? A Mákosat? Mákos? Mákos. Még ez tudom, Mákos. Feri azt mondta, én nem tudom. Ő mondta, én nem is láttam. Hát ránézést, azt mondtam, hogy házi Szilvás. Mákos. Mákos. Ha házi Szilvásnak néz ki, és Mákos, akkor jó. Mondjuk nekem nagyon rosszak már a szemeim, konkrétan, tehát mondjuk fogalmas. Egy gram szilva nincs benne. Apró a mák, hát az olyan, mintha összefőzde lenne, nem? De ez jó. Ezt most adom. Ezt most adom. És hálás vagyok, hogy nem a tönköit kaptuk. Köszönjük. Ez most nagyon jó. Végre van, be tudok enni. Jaj, de jó. Már most vagyok, jobb a kedve. Ennyi, figyelj, én tudom, milyen bélpoklos vagyok. Bármilyen kaja van. Kávét ittál már? Még nem. Akkor hozok. Nagyon jó. Csak óvatosan. Tényleg csak akkor, ha megisszam, mert már kevés van belőle. Kávéból? Tényleg. Igen? Akkor én vagyok most a kávé felelős. Hát miért? Nem hoztál. Ja, okay. Nem, ma zavot hoztam meg kókusztejet, de most, ha fogytál a kávé, akkor most hadd legyek na, én. Jó, oké. Okay. Akkor Jani, egy hétig nem viszünk. Hallottátok? Hallottátok? Nem, tényleg, mert én ritkán hozok, akkor hozok holnapra. De te mindig olyan jót hozol. Rendeljetek, mi kell? Mi? Isten van itt már, de Anna? De jót hoz mindig. Nagyon jó. Meg a leghoz, Jani a legolcsóbbat hozza, én meg általában a legdájához. Nem, a Jani odafigyelek rá. Én felső középkategóriás kávékat hozom. Én a közepet elhagyom, én a felsőt hozom, tehát más lesz holnaptól, más lesz. Nem kompromisszumos kávé. Mivel én is iszom, ezért nem hozok belőle nagyon olcsót. Tehát, hogy ha jár még lenne a kompromisszum. Annyi gyerekek, holnaptól finom kávét iszunk, jó? Bali hozza. Jó? Eddig most volt a kompromisszum, most kicsit elveget álltunk, nem mondtuk egymás szemébe, hogy ezt kihozta, holnaptól más virág lesz, jó? Este, hogy figyelmeztetve, hogy egyen ráutalót, hogy de jó lesz holnap az a finom kávé, amit hozol, pont. Szerintem kettőkor küld el, mert akkor van ideje még megvenni. Igen, mert este már tényleg hiába. Mi kell még? Mit szeretnétek? Rizstej, zaptej, kókusztej. Várjál, a gyerek egy új cipő. Mit szeretnétek? Mi nem? Csak kávé? Kávé. Tej? Semmi?
kóstályi listám, én ugye nem szom tejet. Van minden? Jó, van. Jó. Aha, akkor csak kávé. Nekem néhány új. Bokszeral Somer postaironos lett a több. Egy ilyen fekete zacskós kávé. Ezt nem tudom, te hoztad-e, vagy a Laci, nem akarom mondani fekete a márket. Fekete zacskós? Igen, egy piros fekete. Piros fekete. Én voltam, az olyan olasz kávé, ott vettem, ahol vásárolok. Hát igen. Ugye, hogy azért, ugye? Na, hát szóval, hogy azért. Hát igen? Azért. Szóval azért van különbség. Oda volt téve? Igen. Hát igen, más, azért, más azért. Te hoztad. És ma mész oda vásárolni? Most akkor ezért elmegyek. Ennyi. Aromazáró, szelep rajta, minden. Hát mindegy, más dimenzióhez. Igen, a Janihoz 4 kiló omniát 600-ért. Én hozok 1 kilót, egy olaszt. Viszont nem mondd ki az árát. Annyi. De legalább egy hétig, mert hamar elfogy, de egy hétig valóban jó kávét iszunk, utána visszállunk a kompromisszumosra. De hogy most itt mondtam, hogy reggel annál, amikor belefejtettük az acskóból az utolsó néhány szemet, így tudod, ami így a redő közé be volt így szorulva, hogy na, mondom, csak ennyi nekem kell majd hozni. Mondom, nem, most én érzem, hogy már rége van. Azért hoztam zabot is, tejet is, de most a kávékört is én bevállalom. Jó, úgyhogy én vagyok. Köszönjük. Azért legyen nálad egy kis 250 grammos holnapot. Ezt akartam, hogy azért egy ilyen instant legyen. Azért valami mindenképpen egy kis keverhető, vagy otthonról hozok termózba. Tudod, biztos neked. Valamire azért készüljetek fel, igen. Na mindegy, jól van. Mi újság? Kérlek szépen, tegnap mentem hazafelé az M1-M7-es autópályán, és mi történik? Egyszer csak, nem tudom, láttátok-e a híradót? Láttam, de te láttad szabad szemmel. Képzeljétek el, ott vittem haza a srácokat. Én láttad szépen, is. Ott szállt le előttünk az előttünk, én mondjuk voltam körülbelül egy kilométerre tőle. Egy kilométerre, nem 30-ra. Összeszedtem a srácokat, és megyünk kifelé. Mentünk, ugye már leköltöztünk Velencére, vagy el, úgy hivatalos, nehogy valaki megharagudjon. És csak azt láttad, hogy az autópálya fölött, hát ilyen nagyon alacsonyan ereszkedik a gép, de ott az egy megszokott, mert ott van a budaörsi repülőtér, meg ott van a Biasz Farkas egy a másik oldalon, vagy micsoda, és akkor ott szoktak így viszonylag alacsonyan átrepülni. És még mondtam is a srácok, hogy oda nézzetek, repcsi, milyen kasa, és ú, de jól ügyes, néz ki. Hello, vagy, de hallom, ügyes, mi? De, he, ha-ho, és átment a felüljáró. Szerintem irgalmatlan mákja volt. Belepült a felüljáró alá. Atya izgalmatlan mákja volt az emberünknek, hogy egyrészt kevesen voltak a pályán, másrészt ugye autópálya mindenhova figyelsz, csak magad fölé nem. Mert hát onnan vársz legkevésbé bárkit is. Jöhetnek hátulról, jöhetnek oldalról, ott van pont a budaörsi felhajtó, igen, tehát mondjuk azt is megnézed. És kiverek minden. Hát nem tudom, hogy aki zseni ott volt előtt, és egyszer csak így látod, hogy ott van fölötted a gép, mondjuk nem nagy. Ez kapaszkodtál a korvágyhoz egy picit. Soma, hallod, figyelj, R7. Hallod, figyelj. Minden együtt, és úgy tudott leszállni az emberek, gondolom mindenki vészfékezett, hogy azt a részét már ugye nem láttuk, akkor nekünk már látóhatár alatt volt szinte a gép, vagy hát akarta a többi a másik felüljáró, a nagy kör, hogy át tudott menni a kis felüljáró alatt, és oldalra le tudta húzni az emberünk a gépet. Hát őrületes mákja volt, és mi így elmentünk mellette. De azért nem értem, mert azzal párhuzamosan ott van a reptér. Hát állítólag az van, hogy ő ott szállt föl, ugye a budaörsi reptéren, egyébként én sem tudom, hogy... Meg így megy az autópálya, így megy a reptér. Itt szállok le, vagy itt szállok le. Tehát az csak egy jobb kanyar egyébként, és ezek tudnak vitorlázni, hát, nem értek az enyémmel, okava, hogy ott tette le, most nem akarom neki megmondani. Mert ő ott szállt föl. Normális. Igen, összevesztek az kormányon. Most kivizsgálsz, én vizsgálsz. Nagyon meleg, a felszállt az emberünk, és ahogy felszállt, érezte, hogy van egy olyan fordulat számoló, hogy motor nem teljesít úgy. És ugye azt írták a beszámolók is, hogy a motor az jár, de a propeller nem jár, nem tudom. És ott már érezte az ember, és tudta, hogy nincs annyi erőse a gépbe, hogy vissza tudjon fordulni, mert azért ott neki egy kurflit le kellett volna ahhoz tenni, hogy vissza tudjon szállni szerintem a pályára, így most nekem sincs most. Te pontosan láttad pont, hogy landol? Aha, igen. Mennyi az esélyi pontot legyen. Sem ennyi. Sem ennyi gyakorlatilag, és akkor ott már aztán azonnal ott oldalra húzódott, és gondolom, egy nagy imát azért elmondott az emberünk, ahogy kizárta. Mondjuk, ez az lélekjelenét kellett hozzá, tehát a csávó profi, tehát hogy azért ez nem csak a szerencse, meg a véletlen, meg ilyesmi. Mi van, be van dugulva ott az M7-es, vagy bármi? Akkor hello. Akkor megmondják nekünk a hallgatók. Akkor bemondjuk. Akkor leszáll az autó tetejére, vagy hova? Ennek nem tudom, hogy hova teszi le a gépet. Mert ugye szabad terület nincs, ott mindenben van építve, nem tudom, Osan parkoló. Tudod, ott még van kettő. Még van, még berakom. De megbüntették, mert mozgáskorlátozott helyre álltadott. Nem, mert is megjelent a köszönet. Kívánok! És van egy érvényes matrica. Elvitt egy Logan tükrét. Az kemény. De nagyon nagy volt. Hát tényleg ott. Nagy forma az láttam a fotókat én is.
ott elgondolkozol, hogy mit csinálsz, mikor itt fönt vagy nem, vagy nem vagy magasan, ugye akkor szár föl, és egyszer csak nincs erő a gépben. Hello, Laci, leszállt egy autópályára, egy kis gép kell a pilóta holnapra azonnal, de még nem nyilatkozhat. Tehát még nem, már próbáltuk üldözni, szóra bírni, de még nem nyilatkozhat. Mondom, hogy vizsgálat van, bár meddig nem szólalt meg. Szobafogság. Szobafogság, igen. Egy hét izé. Nem tudom mi. Bünti. De gondolom, amíg tart, addig ő nem, mert a pilóta engedélyét veszélyezteti. Tehát, hogy amíg a vizsgálat tart, addig ő nem nyilatkozhat. Sajnos már megpróbáltuk. Nyilatkozol az megpróbáltuk előkeríteni. Vagy a gondnak, aki lógott a gép hátulsó felé. Aki miatt túlsúlyosan. Az utas csak annyit mond... Hello, vagyunk. Utas csak annyit tud mondani. Én mondtam, hogy rosszul vagyok, de azért nem mondtam, hogy ennyire gyorsan szállj. Én mondtam, hogy hány ingerem van, de az ennyire gyorsan. Vicces volt, de akkor inkább kis motorra tenném le, még is meg igen, jó volt, de akkor maradok a B-s jogsínál, igen. Na, az a ügyes emberünk előtt nagyon, le a kalappal, azért autópályára lehet tenni, már hallottunk ilyet. Hú, most jön pont az a film, Clint Eastwood rendezi, hasonló, amikor is ugye az utasszállítót letették Boston mellé a Hudsonra. És ezt megcsináltak. Két fontos információ van, ami remélem, hogy jó a Boston és a Hudson. Igen. Aha. Illetve remélem, hogy Clint Eastwood rendezi. És repülőgép. Megcsinálták filmen emberünket, mert hogy ez valami világbajnok cselekedet volt, ugyanis nem tudod letenni nagyon a gépet úgy, hogy az egyik szár ne akadjon le, és ahogy leakad az egyik szár, abban a pillanatban borul a gép. Csak emberünk 30 éve vezetett, vagy 40 éve, a mezőgazdasági gép, második világháború, nem tudom, és tudta, hogy milyen szögben kell megsiklatni úgy a gépet, és hogy kell beállítani a farokszárnyat. Olvastam be egy nagyon komoly interjút, hogy hogy tegye úgy le a gépet a Hudsonra, hogy egyik szán se csapódjon bele a vízbe, mert abban a pillanatban fejre áll a gép, hát 250-nel tudod letenni. Azért az még komoly sebesség. Nagyon. Vízbe. És elmondta, hogy ezt ők hogy gyakorolta, meg mi, honnan tudta ezt, meg miért tudta, meg hogy ki, és hogy a mai pilóták már mennyire képzetlenek egyébként, mert veszik őket föl, veszik föl, de nem tudják ezt megoldani. Meg is büntették, és vissza is vonultatták a palit után. Megbüntették azért, mert megmentette? Igen, derékba törte a karrierjét, már idős is volt, és akkor derékba törte a karrierjét, visszavonult. Hát de megmentett ember életeket. Hát igen, de nem tudom, hány szabályt kellett ott megszegni, meg nem tudom, madár rajjal ütközött. És mondta, hogy visszafordul, már nincs idő, letesszük a Hudsonra. És így vallatszik a másodpilóta. A másodpilóta, és meg az irányítóban is a csávó, hogy jól értettem a Hudsonra, és mondta, hogy igen, a Hudsonra. És a következő pillanatban már szállnak le, merítve. És ezt a Clint Eastwood megcsinálta. Hát pedig egy ez hős, most jön be ez hős, a film. Hős a csávó. Igen, nagy hősként kezelték, csak aztán utána később. De hát a madárról nem tehetett. A megoldást meg kellett keresni. Arra gondolom nem volt ideje, hogy visszamenj. Hát a legjobb megoldást választott. Nagyon jó, és 100-ból egy tudja így letenni. Ha ugyanez a ruszkiknál történik a Ladogaton, Szentpétervár mellett, akkor ott Putyin mellett ott áll a minden. Minden de, győzelem. És látszik, hogy emberünk ugye kint állnak már a gép szárnyán, és akkor nyilatkoztak túlélők, hogy elkezdett beölblenni a 4 fokos vízbe a gépbe, hogy akkor hogy másztak ki a szárnyra, ott akkor egyensúlyozott mindenki, amíg nem jöttek őket kimenteni. Nagyon durva a sztori, eredeti felvétel van róla a YouTube-on. Köszönjük, hogy minket választottak. Sikeresen landottunk. Azt meg akarom nézni, mert a Clint Eastwood megcsinálta, most jön be valamikor a Hudson, igen, New York. Köszönöm. Nem, a Hudson jó volt. Mondtam, hogy valamelyiket falsnak érzem. Kettő közül valamelyiket nem érzem jónak. Vagy a Hudson, vagy Boston. Valamelyiket éreztem, hogy valami nem szívem. Ne legyetek meg kukacosak, fél hét van. Mississippi és Kalifornia, tudod. Minden más timmel. Nílus Kairó, köszönöm. Nílus Kairó, és nem Clint Eastwood a rendező, hanem mindegy, nem tudom. Hanem Budia. Szóval, igen, földre az egyesre. Abszolút vállalom. Nem, vagy semmi baj. New Yorkban szeretős a Hudsonra teszi rá. Nagy film lesz szerintem, jó. Izgalmas, kb. 1 perc alatt kellett felkészíteni az utasokat, a sztyuvikat, mindenkit, hogy na jó, akkor most landolunk a Hudsonon. Azt azért képzeld el. Szóval, volt egy kapkodás. Volt nagy kapkodás. Emberi meg... A kávét már egyen meg üljük le. Így van, akkor ezt már nem indítom. Emberi meg brutális nyugodtsággal letette. Szóval azért ez, nem azt mondom, hogy hasonló, de azért itt kell lélek jelenlét. Jó. Itt komoly baleset is lehetett volna. Kérdezik a hallgatók, hogy autópálya matricája volt elő. Ezt kérdezik, én is igen, hogy megjelenik. Jó, kívánom. Mekkora lenne. Volt érvényes autópálya matricám. Gratulálunk, nagyon ügyes volt, de ez természetesen a civil véleményünk. Fogadja ezt a csekket szeretettel. Sajnos nem volt heti, havit se látok. Egy 30-es viszontlátás. Igen, ellenőriztük a számot. Na, mindegy, ha előkerül majd a pilóta, vagy később már nyilatkozhat, akkor úgyis megpróbáljuk meg megszólaltatni. Jó van. Egyéb történés nem volt semmi, nem? Minden nem, oké. Nem. Jó nem. Idő volt, vihar is volt, minden volt. Nem. Viszont a webmailünkre volt nálunk egy... vihar. Igen?
rajviarot. Ja, a gyűrű sztori miatt? Őrült. Nem, brutális felőszakadás, ilyen lokális, tudod, és kiérsz már, és jöttünk be a 11-be, ott meg már semmi nem volt. Nem emlékszik, hogy elmúlt egy nap a viar óta. Oh, lokális éjszakai mulató. Lokális, mondani, igen. Hogy csak pont ezt akartam egyébként mondani, hogy a webmailünkre egy rakás olyan levél érkezett, amivel a hallgatóink arról számolnak be, hogy a tegnapi beszélgetés után ránéztek az újukra, csak így rutinból. Még én is hallgattam délután ezt. Hallod? És egy rakás hallgató írta, hogy ezután a beszélgetés után félve mentek haza, mert nem találtak a gyűrűket, és tök jó volt, mert ugye attól volt izgalmas a dolog, hogy ő észrevette, hogy nincs meg a gyűrű, a felesége vagy a barátnője kedvese meghallgatta szintén a megszólalást, és annak is beugrott, hogy a gyűrűn, na csekkolom is, amikor hazaért, és ilyen retekve mentek haza. Fél délután volt még benne egy kör? Elvittük Viki autóját ilyen kötelező szervizre, és ott egy srác még azzal fogadott, hogy az ő felesége mit csinált, amikor elhagyta a gyűrűt. Nem volt szép a sztori, gondolom. Nem volt szép a sztori, de tanulságos volt. Viki taxival ment haza. Nem, mi már nem, már túl voltunk, hanem hogy ő elmesélte, hogy ilyen az ő asszonyká is heves vérmérséklettel tudta konstatálni, hogy nincs meg a gyűrű. Tehát, hogy így... Nem is értem. Engem is Móni azzal fogadott, hogy szerinted elhitték a hallgatók, hogy otthon van a gyűrű, de az alátétek között, hát persze, még hol van? De ott van. Igen, de már látom, hogy Sebestyén Balázs összeveszett a feleségével. Igen. Írő adásban veszett össze a feleségével. Elhagyta egy gyűrűt, kellemetlen, nem az semmi. Élő adásban veszett össze a negyen. De nem is vesztünk össze, hát ez megpróbálta elviccelni. De nekik te összevesztél, te is tudod. A Balázs megpróbálta elviccelni, de Viki hangján érződött, hogy ő egyáltalán nem tartja ezt, ezt az egészet. Ezt írták, most még csak a címeket olvasom. Hát egyáltalán nem tartotta viccesnek az egész történetet. Na mindegy. Holnap csak Liza lesz, nem lesz belőle nagy cikk, mert csak annyi lesz, hogy izért. Már megírták. Sebestyén Balázs szerint a Hödzen Boston. Mondtam, de előre jelezte, a műsorvezető előre jelezte, hogy vagy a Boston, vagy a Hudson, valami nem stimmel, mert még korán van. Éreztem, mert amikor kimondtam. A műsorvezető valami... előre jelezte, hogy nem erősség a földön. A műsorvezető előre jelezte, hogy neki se tetszett, amit mondott, de valamit mondani kellett. Vagy a Boston, vagy a Hudson. Valami nincs jó helyen. Meglepő őszinteség és önirónia Sebestyén Balázstól tegnap a Morning Show. Igen, minden, nézzétek meg, jó lesz. Clint Eastwood nem csinál rossz filmeket. Azt hiszem Tom Hanks játsza majd a pilótát. Azért az úgy elég jó lesz. Azt hiszem. Mindenre jó, volt, Tom jó Hanks. Én nem szeretem. Lehet, hogy Tom Hardy, de annyira most valami. Igen, Tom Hardy, Tom Hanks, Tom Cruise, valami. Igen, valaki Tom. Igen. Tom Selleck, Tom Selleck, bábám, valaki. Valaki játssza a pilótát. Vagy Tom, vagy rosszul Tom. Igen. Bali, olvasd el tegnap a Nőklapja kafét. Mit írt a Nőklapja kafét? Hát gondolom, az esetedről taglalták, kielemezték, megnézzük, egy ilyen bulvárcikk mennyire kapcsolódik valójában a valósághoz. Nézzük meg. Jó, elolvasom és megnézzük. Az mindig nagyon barátságos szokott velünk lenni. Emlékeim szerint, tehát biztos jó. Igen, mert gyerekek belőlünk élnek konkrétan. Na, megmutatjuk gyorsan, mi történt tegnap. Elkoborolt egy medve, aki kereste a társát. És egy nagyon szép szerelmes történet, ez bennünket is meghatott. Próbáltuk kitalálni, hogy egy szerelmes medvével, ugye, hát egyetem mi történhet, hogy ő beleszeretett a kedvesében. És mi van, ha velünk összefut egy szerelmes medve? Csak óvatosan. Tegnap. Óvatosan a bőrzsény, mert tehát, hogyha kétszer odaszóltad, hogy Lajos, te vagy az, és nem jön válasz, akkor szerintem akkor vagy ez ő, kezdjük egy picit. Igen, brum. Szóval igaz. Rájöttünk, hogy egyébként sem szeretnénk összefutni medvével, de szerelmes medvével, meg aztán pláne nem. Úgyhogy erről beszélgetünk, ezt megmutatjuk. És közben mondjuk, hogy lehet jelentkezni játékra, mert már nem jövünk a hírek előtt. Vissza, hogy állunk? Egy núra vezetnek a hallgatók. Sorozatban a harmadik hetet fogjuk lehet elveszíteni? Mondjuk ez még korai így kedden, de nem áll. Mármint, de hogy mi vezetünk. Mi vezetünk? Aha, igen, igen. Tegnap? Igen, csak mondom, hogy behúztuk? Szerintem behúztok a tegnapi játékot. Szerintem én játszottam, és kihúztam. Nem, valami az 50. másodpercben, hogy nem tudom, pont arról beszéltünk, hogy már kezdted feladni a játékot. Igen. Tehát akkor gondoljuk át ezt még egyszer. Ezt milyen jó, hogy vezetünk egy núra. Na, jó, hogy két elvesztett hét után vezetünk. Na jó. Na, jönnek a nap tegnapi nap legjobb pillanatai. Mi történik, ha egy szerelmes medvével összefutunk a bakonyban, az őrségben, vagy bárhol is, aztán Ákos elmondja a hírt, mi pedig jövünk a játékkal utána. 8 perc van pontosan 7 óra. Hello, mindenkinek drága hallgatóink, itt vagyunk, és hát megyünk tovább. Kedden. Már kedd van, május 31-e. Az utolsó kedden a héten. Az utolsó kedden a héten, és az utolsó májusi kedd ebben az évben. Fizu van? Most van fizu, ugye? Első, második? Csak mondom, akkor megragadnám a lehetőséget, és üzenném a kollégáknak. Az egész országot nem érinti annyira, de hát ha nekünk jó kedvünk van, akkor mindenkinek jó kedv van, szokták mondani, vagy szoktuk mondani.
picit nagyképűen. Holnapra mindenki hozza be a számlát, jó, hogy mielőbb tudjanak utalni. Jó, köszi, ne dekoljanak itt a számlák egy héten keresztül, köszi, ez csak egy szolgálati közlemény. 10-éig kell a pénznek megérkezni, tehát marhára mindenki hozza be a számlát, köszi. Ki nem hozza, ki nem szokta. Ja. Vannak késő gyerekek, de vannak bocsánat, késő. Hát sajnos ez a ti ügyetek, csak akkor megy az enter, ha minden számla bejött. Elsőjén mi a francnak hozod, de 10-éig kell megkapjuk a fizetést, te meg tartsod a számládon, addig is kamatozik. Én addig azt forgatom, én minél később utolom mellettek, én mindenből valutázom, forgatom, forexezem minden. Most kivel vagy, érted? Örülj nekem, hogy én szoktam vele késni, én majd 8-án behozom, 9-én elviszik, 10-én itt a pénz. Ennyi. De nekem nem, tök jó. De nem, az a baj, szerintem, hogy csak egy műszakot dolgozik a számlagyáról, hanem a Zsűl szerzi. Én megyek majd börtönbe, miattatok már. Ne, úgyis nem. Na, akkor azt mondja, hogy 1-0 ide. Majd akinek a nevén van a vállalkozás. Na, sajátomon van. Igen? Persze. Én nem megyek bele semmilyen kis humbi-bumbiba. Nincsen semmi. Ne, azért mondok én olyanokat, hogy... Legalább a gyerekre írottam. Nem mondná, hogy nincs egy jó ingatlan a gyerek nevén. Nincs. Már mindjárt elsős. Nincsenek fekete jövedelmeim, teljesen tiszta vagyok, és tisztán állok az úr színe előtt. Én úgy vagyok nyugodt, engem ne vigyenek el hajnali 4-kor valami. Maszkos emberek, vagy ne ezért. Tehát ne, annyit nem ér, úgyhogy nincs félnivaló. Na, megnézzük, hogy ki a hét második játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló. Halló, sziasztok. Szia. Vanessa. Igen, hello. Hello, Vanessa. Honnan hívtál minket, Vanessa? Nagy Esztergárról. Tudjátok, hol van? Nem. Zirc, Veszprém. Az meg van, persze, azért azt. Na igen, Zirc mellett van ez a fal, igazából még egy térképen se szokták néha rárakni, úgyhogy pedig nem laknak itt olyan kevesen. De akkor nem egy nagy falu. Nem. És hova mész most éppen? Most majd Győrbe fogok menni, suliba. Győrbe. Na jó, van, minden más meg tudunk rólad a játék közben. Kivel játszanál, Vanessa? Janival szeretnék játszani. Jaj, te jó, Janival, köszönöm. Essetek egymásnak, jó? Már úgy értem, hogy játszatok egyet. Okay. Mehetünk, Jani? Ja, én. Bali? Így van, Bali. Már mehetünk is. 3-2-1, tessék. Szia! Szia! Győrben tanulsz? Győrben tanulok a Széchenyi István Egyetemen. Uh-huh. És mi leszel, a nagy leszel? Elvileg építész. Építész. Gyakorlatilag ez még képlékeny. Én szeretnék uh-huh. tőled kérdezni. Parancsolj! Ugye én a Bakonyban lakom. Ja. Nagyon sok szép táj van itt, és hogy jártál már itt? Imádnivaló helyek vannak. Cseszneket nagyon szeretem. Te jártál már Cseszneken? Nyilván többször is. Nem értelek. Ó, de kár érte. Jaj! Nem értelek. Jaj! Bizonyám! Jó, ügyes, hogy ez az Jani. Ki a király? Istenem, pedig annyira szimpatikus volt Vanessa. Vanessa, milyen jó neve. Szeretem van. A nőket, akiknek Vanessa. Ugye, hogy vannak egész egyszerűen vannak szexi nevek. Igen. Ami erotikus, szexi, és a Vanessa ilyen. Vanessa. Tehát az volt, hogy egy lányt Vanessának hívják, úgy abban van vitamin. Kakaó. Van, ugye, hogy úgy Vanessa, igen. Nem tudom, az szexi. Vanessa. Újpest, 10 után is hívhat. Vanessa, figyelj, még lett volna 20 másodperc, de te kimondtad. Sajnálom. Sok volt még. Ja, azt kiestél a szerepből, hogy nem hallak, vagy rossz, nem hallottalak, uh-huh. nem hallok. Tényleg nem hallottál, vagy pedig ez is a játék része volt? Tényleg nem hallottam, nem értettem, amit mondtál. Igen, néha csinálunk ilyet, hogy direkt lehúzom a potit, és akkor nem lehet elérni érteni, és akkor ezáltal így bezavarjuk a játékost. Van ezt a puszilunk, köszi! Én is köszönöm, sziasztok! Ciao. Ennyi gyerekek, ennyi! Hát ennyi! Hát most meghúzogattátok az oroszlán bajszát. Két heted, de most vége. Most nem szórakozunk, igen. 3 perc, pontosan 7 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik ma
Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Köszönjük, hogy vége. Ja, itt vagyunk. 7 óra után vagyunk. 9 percet csak egy kicsit. Ünnepeltetünk magunkat, itt vagyunk. Marad a jó idő, sőt, mint marad a jó idő, egész héten úgy néz ki, hogy lesz egy-két vihar, zápor, zivatar, zuhé. De egyébként az esetek nagy többségében jó idő lesz, marad a meleg, nem kell nagy lehűlése, nagy hidegfrontra számítani. Helyenként viharos felhőszakadás. De legalább jeges északi szél, unos eső, köccitálás. Jó, nyilván havazás, igen. Havazás a Mátrában és a Bakonyban, vihar, lefagyott utak. Ne, kicsit ez a szeszélyes április időjárat lesz, de hideg nem lesz. Pénteken, csütörtök pénteken és szombaton kevéskét elromlik az idő. Aha. És aztán hétfőtől újra nem áll. Melegedik a majd. A hétvégén egy Veszten faluba szeretnénk elmenni a családtal. Veszten faluba? Kétszer a mutatójadal a levegőből ősz, majd lefújod. Ez volt az első reakció nekem is. Volt anya, én, mit fogunk csinálni? És akkor majd jön a postakocsi, és akkor majd tele lesz nyílveszőkkel, és akkor lógnak ki majd a kaszkadőrök az ablakokon, és akkor utána pedig meg verekedés tör ki a szalomba. És mondta, hogy igen? Igen, és ezt akkor Pirogából valamelyik tanítványa leesik majd a szalonnak az emeleti. És hát de aztán meggyőztek, hogy menjünk el, mert a gyerekeknek jó lesz. Uh-huh. Úgyhogy ott a helyünk. Igen. Föl fognak rakni valami állatra, biztos vagyok benne. Az van, hogy a gyerek imádja ezt a rodeo, ezt a gépbikát. Tehát, hogy az volt sajnos az utolsó érve, amivel meggyőzött, imádja ezt a felültetik a bikára, és akkor emelik a fokozatokat, és akkor paszkodik rajta, és valami érez neki bejön. És akkor leváltottál egy ezrest a postán, már gyűjtöd a százasokat, és hétvégén mész te is rodeo bikázni, majd ott ült a Veszten faluban. Nem, ezért feltörtem egy rágó utamat. És ebben a Veszten faluban van egy ilyen? Azért kell oda mennetek? Van. Nem, vannak egyébként tök jó meg van csinálva az egész, tehát hogy ez már nem az a tipikus ilyen 80-as évekbeli, és akkor jön meg sheriff csillogó cowboy kalapnak a tetejében, belovagolnak az ex-csikósok, és akkor... Én mindentől behalok, ami ilyen mű. Én ezeket nem szeretem. Ahogy nem szeretem az imitátorsókat sem, nem szeretem a kamu Veszten falut sem, tehát semmi olyat, ami nem eredeti. Én leizdeltem, amikor meghallottam, hogy ez a terv a hétvégére. Mondjuk nem is vagyok olyan autentikusak, tehát itt kerültek az ilyen helyeket. Van egy-két kockás ingem még a grunge korszakból, de hogy... Igen, de hogy nem jártok ilyen helyeket. Figyelj, veszel egy jó sarkadjus, veszkocsizmát, fölveszel egy ilyen régi kapható, ilyen rózsapatros kis koltot, magad köré csatolsz, és utána kis sheriff csillagolod, mész majd a Veszten faluban. Bepattyogok majd ott a Sun Garden-es pólomon, meg a déli pizmában. És a dugós puskával kettőt a levegőbe lősz. Nem, én se szeretem. De hát, ha a gyerekek szeretik, akkor persze. Igen, csak aztán ne az legyen, hogy ők is figyelnek el, hogy Jézusom. Na, gyorsan egy-két közlekedés, aztán belevágunk. M3-as Hajdunánásnál Pest felé mérnek, Kati, köszi, hogy elküldted. M3-as bevezető, nagy a torlódás. Ha látjátok az okát, írjátok meg, hogy miért. Jó, köszönjük. Forgalom lassító demonstráció lesz ma Kaposváron, a gumi égető ellen közel 60 ezer ember életét veszélyezteti a káros anyag kibocsátás. Oda akarnak felhúzni egy gumi égetőt? Hát nem tudtunk róla, de nyilván hallgató tudja. Hát köszönjük szépen. Én olvastam róla valamit, hogy valami nagy tiltakozás volt. Igen, a lakosság is tiltakozott, meg az ellenzék is tiltakozott, meg mindenki tiltakozott, és mégis ennek ellenére rábólintottak a kaposvári vezetés, rábólintott arra, hogy legyen itt egy ilyen gumifeldolgozó üzem. Hát más eltüntetési módja nincs. Ugye ez hiába ásod el, nem fog elrohadni soha az életbe. Nem tudsz vele mit csinálni. Talán a feldolgozás. De hát újra fel lehet dolgozni, és rengeteg újrafeldolgozási lehetőség van benne. Na jó, de azért azt úgy arrébb szokták ilyen lakott területektől egy kicsit, igen, nem? Tehát ott jön egy ilyen kis passzacél, az ott tudjuk befújja azért Kaposvárra, az nem feltétlen. Az ott egy picit, igen, nyomja a tüdőt. Valószínűleg egyébként az SMS-ek felvételekből arra gondolunk, hogy nem a beruházó részéről küldte valaki. De nem érted az örömmel átjutatottságát. Nem, hogy végre. Hogy yes, munkahelyek. Igen. Na, az fura. Na mindegy, hát reméljük a legjobbakat nektek. Baleset van az M7-esen a 148-as kilométernél Kanizsa felé. Ezt kicsi küldte nekünk. Köszönjük szépen.
Kevés a közlekedési hírünk, ez jót jelent. Ez jó. Ez jót jelent. Hello, srácok, jövét Alsóörs. Az ugye, gondolom, a hallgatónk a Harley Fesztivált kérdezi. Ja. Mi nem leszünk, mármint úgy értem, hogy rádióval nem leszünk. Feri lesz, külön lesz, best of lesz. Mindig ott vagyunk. Mindig, szerdán, így van, de mi rádióval vonultunk már annyiszor. Pataki hogy... üveg biztos lesz az Edda. Nem? Persze. Edda előtt, Edda. Nem látom, de biztos lesz. Igen, de mi nem megyünk. Mi nem megyünk, viszont majd tervezzük, hogy... Csabi kitelepül? Hogy igen, hogy veszünk a végkielégítésünkből három Harley. Kérdeztelek én téged, Gyűl? Kérdeztelek de most még? Tényleg mondat közepén van én. Egyébként elfelett én is megszólítottalak? Megszólítottalak? Adtam szót? Szóval... Kicsit... Szóval azt akartam mondani, hogy készülünk nyereményekkel. Kezdesz elkalászodni egyébként, Gyűl, ezt én is észrevettem. Ugye? A múltkor is például így, érted? A múltkor is? Ott mosolyogtál, ahol nem kellett volna. A múltkor is már majdnem nevetett egyet hangosan. Szóval készülünk majd egy-két kis meglepetéssel nektek, hogy könnyebben jussatok be arra az alsóörsi kis Harley Fesztiválra. Igen, drótvágóval. Igen, illetve hajóval átviszünk benneteket alsóörsre, hogy be tudjatok szökni a kempingbe. Jó, ezt tudjuk biztosítani. Így van, és hogy elküldjük annak az őrnek a nevét és telefonszámát, aki egy jó pi. Ja? Na, mondjátok meg nekem, hogy mi történnek most különböző ilyen általános iskolákban, hogy 2-3 év körüli gyerek letérdepeltet, ráadásul egy autista gyereket, állítólag, hát most ezt nem tudjuk, zsákot húz a fejére, és azt játszották, hogy kivégzik. Szóval ez nagyon érdekes ez a történet. Ez nagyon érdekes ez a történet, megdöbbentő, az iskola igazgatójának reakciója is sokak szerint megdöbbentő, én sértek vele egyet, de majd mindjárt megvitatjuk, hogy ki mit gondol erről a reakcióról. Ugye arról van szó, csak azért elmondom, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy két felsős, 13 év körüli gyermek egy autista iskola társukkal játszottak el az új keletű rémisztő és mérhetetlenül megalázó játékot, miszerint ugye hát két terrorista túszul ejt egy harmadikat, zsákot húz a fejére, ez volt az autista kisfiú, akinek zsákot húztak a fejére, és hát kiderült, hogy valószínűsíthető, hogy az ötlet az iszlám állam által, gyerekek, majd nem tudok beszélni, közzétett videós kivégzések többől jött. Ugye hát az ISS rendszeresen tesz közzé ilyen videókat, ez szörnyű. Én nem is tudom egyébként, hogy ez 13 éves gyerekek hogy nézik meg, vagy hogy jutnak ilyen videóbirtokába, de az most már tudják, hogy narancssárgába öltöztetnek mindenkit üzembe az amerikaiaknak, fekete zsákot húznak a fejükre, és ugye kivégzik. Ez sokszor szörnyű. Nem korhatárosak, tehát simán felmegy egy videó megosztó portál, és minden tovább nélkül két vittől még egy Justin Timberlake egy Rihanna klip között megnéz egy ilyet. Tehát hogy azért nem nehéz hozzájutni ilyen tartalmakhoz. Igen. Na most az igazgató ugye behívta ezt a két gyermeket, és akkor innentől kezd de ez morálisan azért felvet egy-két kérdés, de az egész történet egyébként nagyon érdekes és nagyon tanulságos. És elmondta a szülőknek, illetve pontosabban először ugyanezt eljátszotta a két gyerekkel, vagyis zsákot húzott a fejükre, ugyanazon a megaláztatáson kellett keresztül menniük, amelyre ugye a társukat kényszerítették. És pár nappal később az igazgató felhívta a szülőket, és elmondta, hogy megbüntette a gyereket. A szülők pedig ahelyett, hogy leszúrták volna a saját gyereküket, vagy helyrejtették volna, feljelentették a rendőrségen az igazgatót. Az igazgatót? Igen. Bűncselekmény hiányában állítólag aztán ezt megszüntették, viszont a belső vizsgálat során feltárták, hogy hibásan viselkedett a pedagógus, és visszavonták vezetői megbízatását. Tanárként azt hiszem, hogy az iskolában maradhat. Na, de hogy van ez? És akkor innentől kezdve jönnek a kérdések. Egyrészt, hogy a fenébe jutottunk el oda, hogy két gyerek ezt játssza egy harmadikkal? Hogy jutottunk el oda, hogy két gyerek ezt játssza egy autista kisfiúval? Ráadásul pont. Iszlám állam által látható kivégzős videókat. Több zavar is van az erőben. Egyrészt valószínűleg a 13 éves gyerekek magával, az autizmussal, meg idézőjesen, de ugye a sérült társukkal való viszonnyal nincsenek tisztába, tehát ugye ezt valószínűleg sose tanulták meg, vagy soha nem mondta el senki, hogy ilyet senkivel nem játszunk, de vele pedig főleg nem. Ez az egyik. A gyerekek mindig próbálnak a felnőtt világra hajazni, és a felnőtt világot egy kicsit átemelni, és én egyre inkább azt teszem észre, hogy a szélsőséges dolgok azok mindig izgalmasak a gyerekeknek. És ez ugye, ez egy nagyon-nagyon komoly szélsőséges eset. Tehát a 2013 és ezt akart átvenni és átemelni. Én az igazgatóval
abszolút módon egyetértek, hogy igen, nem. De, hát ez, mi más tudsz csinálni? Azt mondod neki, hogy ennyi-bennyi srácok, hát ezt azért nem kellett volna, vagy adsz neki igazgatói intőt? Szerintem ez a fajta a módszer, amikor ugyanabban a helyzetbe teszed bele az elkövetőt, mint amit ő megcsinált, azt szerintem egy abszolút kifizetődő dolog. Aha. El fog rajta gondolkozni. És a Diri még a szülőket is fölhívta. Tehát nem... Itt követte el a hibát szegény, mert hogy aztán ki is rúgták. Oké, okay, de nem, de figyeljetek, mert megtehet. Ez vagy napokkal később, tehát hogy azért azt lehet, hogy egy picit gyorsabban kellett volna lereagálni ezt a dolgot. Aha, tehát aznap még föl kell. Tehát ezért lehet, de ő nem akarta ezt szőnyeg alá söpörni, ő elvállalta ezt a történetet. Azt mondta, hogy én ezt csináltam. Tessék, kedves szülők. Megvártam, míg a gyerek elmondja otthon, nem mondtál, akkor felhívta a szülőket. Igen, nem lett bele bali, akkor ő mondja el. Igen. Én azzal nem értek egyet, hogy jól csinálta szerintem. Én hiszek abban, igen, hogy nem lehet hagyni. És nem is gondolkodom az iskola nevelése agyon liberalizáltan, hogy vagy csinál a gyerek, amit akar. Én azt gondolom, hogy megaláztatásra válaszolni, az egy felnőtt szemszögéből nem túl szerencsés. Közben azt gondolom, hogy a gyereknek ezt valóban meg kell tapasztalnia és tanulnia, hogy mit okoz egy harmadiknak, de az nem feltétlen jó módszer szerintem egy felnőttől, hogyha két gyerek megaláz egy harmadikat, akkor neked ugyanaz az eszköz van a kezedbe, ahogy egyébként az a két gyerek elbánt a harmadikkal. Nem megalázás, de bemutatása, szóval hogy te mit csinál, hogy te hogy alázol meg mást, azt mutatja be, hogy érez a saját bőrén, ugyanazt, amit ez a srác is érzett, hogy ő tudja, hogy ez milyen. Ez biztos, igen, hogy ezt éreztetni kell, ebben igazad van, de szóval, hogy azért az, hogy egy Didi behívja őket, letérdelteti őket az igazgató, és zsákot húz a fejére. Nem a gyerekeket sajnálom, mert aki ilyet tesz egy harmadikkal, azt nem tudom sajnálni, de én azt gondolom, hogy ezt a szülőnek kell valahogy helyre tenni. És azt gondolom, hogy igenis az igazgatónak joga lenne egyébként valahogy ezt úgy kommunikálni, retorziót, szankciót bevezetni, átbeszélni a gyerekek előtt. De ez a zsákot húztál a fejedre, ezért zsákot húzok a fejedre analógia egy igazgatótól, ez nem túl szerencsés szerintem. De ez a megaláztat. De mi a módszered? Hát nem tudom, erre nem jöttem rá. Mert ez közben nagyon durva, amit csináltak. Ezerszer beszéltünk arról, hogy a pedagógusnak nincs a kezében. Ezzel abszolút nincs a kezében semmi. Ez az ember, az igazgató elővette egy olyan eszközt, ami egyébként szerintem egy működő dolog, hogy tessék, tapasztald meg, hogy mit csináltál. Ha ugyanezt a szülő csinálta volna meg a saját gyerekével, vagy adott esetben a gyerekének a haverjával, akkor azt elfogadnád? Tehát, hogy azt mondod, hogy az igazgatótól nem fogadod el, a szülőtől elfogadnád? De én az igazgatótól is elfogadom, én a szülőtől is elfogadom, abban az esetben, hogyha nyilván nem ugyanazokat a körülményeket ugyanúgy teremti meg. Tehát, ha azt elmondod, hogy na figyeljetek, srácok, akkor most próbáljuk ki, hogy mit érzett az a fiú, akivel ti ezt megcsináltátok. Tehát ezzel a módszerrel mondom el. Lehet, hogy ez így történt, hogy gyerekeket tudjátok képzelni, hogy mit érzett a zsákkal a fején, miközben ti eljátszott. Hát nyilván valószínű, hogy nem az volt, hogy hátra bilincset, kézzel bevezetett őket, ordiva egy fegyvert nyomott a fejhez, letérdeltette őket. Én a szülőtől ezt egyébként jobban elfogadom, szerintem szörnyű, hogy a Didit egyébként ezért kivágják, vagy lefokozzák. Tehát, hogy ez nem egy jó... Én a szülői feljelentést se értem, tehát nekem a gyerekem hazajönne, hogy egy autista fiút egyébként ő bántott és zsákot húzott a fejére, és egyébként a Didi megcsinálta velünk, mi nagy csendben ülnék és beszélgetnék a gyerekkel, és gondolnám el, hogy gondolkozik az, hogy hol rontottam el. Amivel én leginkább nem tudok azonosulni ebben a szülői feljelentésben. Az, hogy én komolyan mondom, elsüllyednék, hogyha az én gyerekem úgy jönne haza, hogy belekeveredett egy ilyen ügybe, és én ott azt érezném, hogy ez az én kudarcom. Hát én ezt mondom, mert valami nagyon félresikrot van, amit nagyon rosszul csináltam ennél a gyereknél, hogyha ő odáig jutott, hogy ezt így viccesnek találja, hogy egy társának, egy osztálytársának, egy adott esetben egy barátjának zsákot húz a fejére, és ilyenkor én kikérném magamnak, de hogy kérném ki magamnak, annyira kussolnék, kész lennék tőle, hogy Jézus. Igen, én is ezt mondom, én csak mint az eszköz mondom, hogy igenis a Diri büntesse meg őket, igenis a tanároknak adjanak vissza lehetőséget a kezébe arra, hogy tudjanak büntetni, szankcionálni. Ezt már nagyon sokszor megbeszéltük, hogy ez az agyon liberalizált, azonnal hívom a szülőt, a gyerek bármit megtett, oda megy, segbe rúgja a tanárt, ez nem egy jó világ. Csak amit én mondok, hogy más eszközt kell a Dirinek kitalálni. Érted? Tehát nincs. A pedagógia azt mondja, hogy ha a gyerek megalázott egy másikat, azt én nem alázom meg ugyanúgy, hanem én felnőtt vagyok, tudok gondolkodni, van más eszközöm arra, hogy elvárjam, betartassam a fegyelmet, és elvárjam, és szankcionáljam. Szerintem nem megalázra, megalázással. Érted? Itt van, ez szerintem csak egy pedagógiai kérdés. A büntetéssel egyetértünk, hogy valóban meg kell őket büntetni, leginkább egyébként a szülőnek. De én meg azt gondolom, hogy amit az igazgató
igazgató tett, az nem ugyanaz a fajta megalázás, mint amit a két tinédzser. Tehát, hogyha ezt elmondta az igazgatórinak, akkor tapasztaljátok meg, érezzétek. Hát kérdezzétek, hogy ez hogy történt. Nem, igen, azért ez egy nagy kérdés. Van, de hát bízunk abban, hogy azért az igazgató úrnak volt annyi sütnivaló, hogy ezt így csinálta meg, én ezt megengedem neki, vagy megelőlegezem neki, és akkor viszont már bemutatása az esetnek, és akkor már ilyen példaközlés. Tehát nem a megalázási módszer. A másik sztori, amit a Jani vetett be, hogy a szülők... A szülőket nem értem. Figyeljetek, tegnap beszéltünk pont az amerikai sztorikról, hogy ott már mindenért lehet perelni. Gyakorlatilag ott, ez ugyanaz. Kezdünk ott tartani. Ugyanaz, hogy a hülye gyereked miatt, mert ő miatta kirúgnak egy embert, aki egyébként jól végzi a munkáját igazgatóként. Mi van? Igen, ezzel teljesen egyetek. Tehát az a szülő, aki feljelenti egyébként a dílit, azt én sértem. Azt én sértem. Tehát mit csinálsz? Elbeszélgetsz a gyerekeddel, csúnyán szégyelled magad, hogy egy autista kisfiút egyébként bántott, idáig jutottál, ez a te nevelésed kudarca, és ugyanaz, amit a Jani mond, de nem állsz neki még hepciáskodni, hogy zsákot húztak a fejére a gyereknek. Már nem szerencsés, azért szülőként tudod, azért az se egyszerű. Fia, rohadtul leülök a gyerekkel, és órákon beszélgetek, és magammal is, hogy hol szúrtam el a dolgot, te hogy a gyerekem ilyet csinál. Tehát normális vagy? Hogy csinálhatsz ilyet? Ha ez lenne az első, hogy akkor az igazgatót kirúgatjuk, mert az én kisfiamat letérded. Hát ne szórakozz-e, ki ne gyere. Igen, hát tudod, van az a fajta önérzetes buta szülő, aki nem azt méri fel, hogy a gyereke mit csinált, hanem azt méri fel, hogy a gyerekével mit csináltak. Tehát, hogy nem mindegy, hogy ő egy autista kisfiút bántott, az én gyerekem ez nem nyúl senki. Az én gyerekem nem megy, ment azonnal telefonált, és próbált intézni. Tehát valószínűleg a szülő sem volt azért, hogy nagyon a helyzet magaslatán ebből a szempontból. Én a Dirit egyébként sajnálom, szerintem jó lenne, tudnának büntetni. Én a módszerrel nem értek egyet, de sajnálom. Mi lenne a jó módszer? Na ezért vagy te pedagógus. Tehát szerintem a pedagógia az ott kezdődik, hogy átlátod ezt a dolgot, van egy konfliktus, ezt te meg tudod oldani, ezt behozod az osztályba, de ezt megbeszélitek, ezt kibeszélitek, leültök, és nem azt mondom, hogy jaj, Petike, hát zsákot húztál a fejére, beszéljük meg, és jaj, hát irgumburgum, de igenis a pedagógusnak kell, hogy legyenek arra módszerei, hogy ezt ott egyfajta csoportterápia jelleggel megoldja. Érted? Nem feltétlen az a rendszer. Hát attól függ nyilván, milyen iskola, persze, az a rendszer, hogy beviszem, és akkor zsákot húzok én is a fejére. Tehát én nem hiszem, hogy ettől ez megoldódna. Hát de amit most te mondtál, tehát az a nyilvános megszégyenítés akkor, hogy azt mondom, hogy az osztály előtt nem, nagyon sok megbeszélés. Nem, hogy itt van Laci és Zoli, vagy mit, két gyerek. A gyerekek pengeélesen meg tudnak ítélni ilyen szituációt, és sokszor sokkal rosszabb nekik, ha önmagukat kell megítélni az osztálytársak előtt, és magukról elmondani a véleményt. Vannak azért nagyon sok ilyen terápiás. Ez egy nagyon jó oda. Gyertek ide szépen, és mondjátok el, hogy mit csináltatok. Nagyon sok olyan suli van már, ahol ezt egyébként csinálják, és terápiás jelleggel a gyerekek sokkal őszintébben mondják el magukról. Kérdés, ez milyen iskola? Nem tudom egyébként, hogy ez az ország melyik részében van, mi történt, milyen suli, milyen a felhozatal, milyen a gyerek összetétel. Nem tudom. Szerintem kell, hogy legyenek ennél cizelláltabb pedagógiai módszerek. De egyetértek a büntetéssel, és hangsúlyozom, hogy igen, és az ilyen gyereket nagyon meg kell büntetni. Mit hoz otthonról egyébként? Tehát be kell szerezned egy fekete csukját. Ki kell szemelned az áldozatot, aki egy autista fiú, és ott a folyosón letérdelteted, és zsákot húzol a fejér, és eljátszod, hogy kivégzeted. Képzeld el! Szóval hol tartanak? Én egy ilyen videót nem láttam egyébként, nem tudom, hol nézik meg. Mert azért fölmész a YouTube-ra, beütöd angolul, hogy kivégzés, azért ezt úgy nem dobja ki. Hát azért ez szerintem akciófilmekben is lehet látni. Jó, akciófilmekben az mások, azért a YouTube-on ez nincs fönt. Van fotó, ahogy térdelnek, ugye narancssárgában, fekete maszkal, és ott áll mögötte egy állarcos csávó. Ugye a narancssárga az amerikai nem kell hozzá nagy fantázia egyébként, hogy találjuk, hogy mi történik akkor, amikor már vége van a videónak, vagy elő. Tehát, hogy persze, ez a része, tehát, hogy inspirációt lehet találni, ha ezt lehet le inspirációnak nevezni. Másik meg az, hogy autista kisgyerek, tehát az autistát be lehet helyettesíteni bármivel. Ami ott a világ, az erősebbek, a magabiztosabbak mindig szivatták a kisebbet, a gyengébet, a magányosabbat, az eminens, mindig találtak maguknak valakit, egy céltáblát az osztályon belül, akivel szórakozhattak, hogyha nagyon unatkoztak. Tehát, hogy ez mindig megvolt. Azt mondod, hogy itt most ez nem különleges eset ahhoz képest, hogy mondjuk a középiskolában nekünk gyufát tettek éjszaka a lábújunk közé, és megnyújt.
Én szerintem sokkal durvább. Az egész, az egész kamaszkor. Nem lehet, hogy a világ ilyen? Hogy valószínű, ezt látják. Én nem tudom, mi az oka. Mikor nekünk meggyújtották a gyufát a lábujjunk között, miközben aludtunk, akkor ez volt a divat. Igen, most de nem volt ilyen, hogy hárman összerugdalnak egyet. Meg négy csaj lerántja a negyediket és belerúg a fejébe. Azért ilyen nem volt. Én és veszik föl mobiltelefonnal. Hát, igen, tehát, hogy volt, mi is vertük a gyengébeket. Amikor mi voltunk a gyengébek, ötödikbe, általánosban, akkor jöttek a nyolcadikosok, megvertek. De ez a fajta cizellált kegyetlenség, ahogy egy veszi mobiltelefonnal, három röhögve a mobiltelefonban, még a földön fekvő társát rúgja, és látod rajta, hogy kegyetlenek, mindent megtetnek, kamaszok, oda megy a tanárhoz, levernek egyet, azért nem ilyenek voltunk. Azért nagyon nem ilyen világ volt. Igen, azért, ha bejött a pedagógus, akkor volt... elkussoltál, elfutottál valahol, hogy észre ne vegyenek, itt meg még neki megy a pedagógus. Más volt a tanári pálya, más volt az őket övező tisztelet, más büntetés volt a kezükben. Egyébként hangsúlyozom, szerintem az egy jobb rendszer volt. Tehát ez a mindenért a tanára hibás, és jelentsük fel a tanát, és Pistike kapott egy kettest, és a szülő hívja a dirit, hogy mi az, hogy az ő gyereke kettest kapott, ez egy elcseszett rendszer. Igen, nem? Igen. Tehát semmiféle jogkörük nincsen. Soha sem, már nincs semmi a kezükben. Na jó, de akkor a tanár szülő... megverik, és kikullog az osztályból, és eljön. Hol merted volna te megverni a tanárodat? Soha. Úgy elkalapáltak volna és otthon. És ha csak egyszer csak megpróbálom, egyszer. Apám agyonvert volna. Az meg másik, hogy hazamentél volna. És... a pedagógushoz nyúlsz. Iszonyatosan tiszteltek voltak, és te is, és azt hoztad otthonról, hogy a pedagógus is ember. Most azt hozod otthonról, ne aggódjál, Pistike, apád majd lerendezi. Így a van. Pedagógus nem ember. Tehát egyébként nem a gyerekek mások szerintem, hanem az otthonról hozott szemlélet is más. Hát ezzel tehát az üzenet más, érted? Azt mondja most a gyereknek, hogy ne törődjél vele, megcsináltad, ne törődjél vele, de lemegyek én is leverek neki egyet. Mi otthon meg azt hallottad nálunk, hogy ha meghallom, hogy a tanár azt mondta. Igen. Mi történt? Igen. A szülő a tanár pártján állt akkor, és te maradtál ott egyedül. Most a gyerek szülő összezár, és ütik ketten a pedagógus. Tök más a világ, de erről a szülők is tehetnek. Vagy megverjük, vagy megveszünk. Igen, konkrétan ez. Ugye, de inkább megverjük. Igen. Na gyere, Józsikám, mit kaptál? Maradjon itt. Hármas matek? Na, csomagolja, megyünk verekedni. Ugye, hát hol indult volna el a te apád verekedni együtt a pedagógussal? Megvert téged, ha nem várta volna meg. Nem, megvert volna téged. Együtt mentek volna el. Ahogy más a szemlélet, és mást visz be a gyerek az iskolába. A gyerek szemébe a tanár már nem ember. Mi nem így mentünk be. Nekünk még ember volt a tanár, most már ez nagyon nem így van. Tehát erről sok mindenki hiba. Szülői hiba, egy mentalitási hiba. És hány évesek ezek a gyerekek? 13. Ők azért már... Igen, ő már tisztában van. Képzeld el, mi van otthon, amikor a gyerek ilyet játszik, nem? Mi történik otthon délután? Amikor ez a gyerek mentalitás, hogy játszunk terroristásat, igen, és vágjuk el a torkodat késsel. WC papír Guri Gábor csinál robbanó övet magának, gondolom, vagy nem tudom, tényleg nem tudom. Nálunk például, amikor ilyen van a híradóban, vagy a tévében, hogy rendszeresen, hogy nyilván mi is nézzük a különböző hírmosorokat, akkor elkapcsolunk. És a gyerek egyébként nem, hogy nem igényli ezeket, hanem ő is kéri, hogy ezt inkább felejtsük akkor el. Akkor én hülye vagyok, hogy amikor a fapuskával, tudom, hogy igen, egyébként de igen, de jó, abszolút, a srácok játszak az udvarna, akkor én azt mondom, hogy ne fordítsd ember felé. Nem. Hát ez mindig benne van a kisfiúkban, meg aztán pláne benne persze, van. Tehát, nyilván mi is lövődöztünk. Nyilván egy idő után eljut egy olyan érettség szintre, amikor már leesik neki, hogy a háború valójában miről szól. Tehát, hogy ez szerintem ez egy valahogy természetes dolog. Akkor elnézzük persze a János Vitéz sem, mert abban meglevágják a tatároknak a fejét. Úristen, mennyire durva volt. Egyébként, bocsánat, egy picit visszakanyarodva még ugye ahhoz, hogy tudnak hozzájutni ilyen tartalmak az a neten. Beírtam, hogy ízész és kivégzés, 140 ezer találat. Már a harmadik videó olyan, amin láncfűrésszel vadnak valakinek éppen. Jaj, Istenem. Tehát, hogy azért ez egy nem, hogy nem. Nem, hogy nem lehet, vagy nehezen lehet hozzájutni egy ilyen tartalomhoz. Atya Isten, akkor én vagyok egy kicsit rossz YouTube felhasználó, vagy igen, nem, de én nem is akarok ilyenre rákeresni. Nem, erre a dologra, nem, érted? Nem. De ő meg rákeres a 13, és ne erre keres semmi. Én mindig Rita Falton Jánóig jutok, és ez meg is van. Az egy picit más témakör. Én ezt beütöm, és ott meghagyom. Utána már nem megyek más videókra. Csak utána Viki végez. Utána Viki hozzá a láncfűrész. Láttam megint az előzményeket. Na, hát csak humorizálunk, nyilván, hogy oldjuk ezt a dolgot. Drága hallgatók, írjátok meg a véleményeteket, tényleg. Egyrészt, mi a fenét tud csinálni egy tanár? Azt nyilván látjuk, hogy a szülőnek nincs igaza, és tudjuk, de azért ez mindig egy baromi nehéz kérdés. Ráadásul egy ilyen suliban dirinek lenni, ember legyen a talpán, mi sajnáljuk azért az igazgatót. Tehát valószínűleg jól végezte a munkáját, felmentették, lefokozták, tanár lett. Ráadásul becsületes volt, és ő hívta fel a szülőket erre. Na hát hülye világ, ez az igazság, hogy nehéz ezt helyre tenni szerintem. 8:30 múlt pontosan 2 perccel Ákos elmondja a legközelebb híreket, aztán jövünk még egy-két hozzászólással a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól.
Kérjük, ha megkérdezik, mondja el. A Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Klassz! Csak slágerek. Klassz FM, a rádió. 3:48 lesz pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánom mindenkinek. Egy nagyon érdekes esetről beszélgetünk, aminek több tanulsága is van. Ugye terroristásat játszott egy budapesti általános iskolában 2 gyerek. Tették mindezt úgy, ugye, hogy egy zsákot húztak egy harmadik gyerek fejére, aki ráadásul ugye egy autista kisfiú, és azt játszották, hogy kivégzik. És nagyon sok tanulsága van a történetnek, ahogy az igazgató reagált erre, szerintem az is érdekes, számos kérdést felvet ki, így ki úgy gondolja, hogy helyes volt, vagy nem. A szülői mentalitás, az, hogy az igazgatót lefokozták, és eltávolították, tanár maradhat, de Déri nem. És egyáltalán maga a gyermeki viselkedés, hogy hol tart, már erről beszélgettünk. Szülőként próbáltuk megfejteni, hogy azért ez egy nagyon kemény helyzet, és nagyon érdekes. Hát nem biztos, hogy ez érdekes a jó szó, de egy nehéz helyzet, hogy ezt hogy oldod meg szülőként, ki a hibás, van-e hibás, mit csinálsz, hogy intézel egy ilyet, amikor is zsákkal a fején a gyereket beviszik az igazgatóiba, de ő előtte zsákot húzott a fejére, szóval nagyon megosztóak az SMS-ek. Hát igen, is a zene alatt még beszélgetünk a témáról, és ugye csak annyit tudunk a hírről, amennyi mondjuk így a sajtóban kiderült. Nyilván nem tudjuk, hogy milyen gyerekek, milyen nem tudjuk, hogy lehet, hogy ez tényleg már ilyen utolsó csepp volt a pohárban, lehet, hogy ezek már ilyen értelemben visszaesők voltak ezek a gyerekek, ha lehet ezt a rosszot használni. Ebben az esetben tehát nem tudjuk, hogy mennyire az utolsó eszköz volt már, amihez nyúlt az igazgató. Igen. De nézzük meg a másik oldalt is. Tessék, mondjuk hazajön a gyerek, és azt mondja, hogy a Diri zsákot húzott a fejére. És ott vagytok ti, akik azt mondjátok, hogy hát jól lennének kérdéseim. De azért ott van például, ott van Béka, ott van Móni, ott van a Viki, azért, tehát hogy tudjuk, hogy milyen közben a szülői ösztön. Hát 3-an együtt azt már egy megyét felégetnénk. A fél országot. Csinálunk tényleg egy olyan adást, hogy meghívjuk őket, és 3-an vezetnek, és a fét kőkövön nem marad. Szóval, hogy minden szülő azt mondja, hogy rendben van, bármit is csinált a gyermekem, a zsákot húzott a félre, jogos ez a dolog, és akkor... Nem a rendben vanságával van a gond, hanem hogy meg se próbálják ilyenkor, érted, kideríteni, bemenni, megkérdezni, mert azért... Hanem egyből fölnyomják. Mielőtt asszonyaink csatába vonulnának, azért csak megkérdezni a gyereket, azt életem, hogy... Mondd már, hogy mit csináltál. Üljél, le, iszunk egy kávét, illetve igény szerint valamit, és beszéljük meg. Igen. Majd bemész a Dirihez, és őt is megkérdezi. Zsákot húzol a fejére. És utána elindul egy ilyen ördögi körforgás, hogy mindenki és pipálsz a listádon, és a fizikatanár már megvolt, jó, oké, meg a bioszhoz kell. Mit nem értek itt, egy hallgató így, egyébként jó a felvetés, hogyha a mi generációnkról van most szó, akik inkább a gyereknek adnak igazat. A mi generációnkat még úgy nevelték, hogy ugye mi, tehát baromira kellett, hogy tiszteljük a tanárt, érted? Hogy hol tűnt el ez a dolog? Nem, ez tűnt, szerintem minden eltűnt. Nem? Egy csomó minden eltűnt, mert vagy azért követsz valamilyen példát, mert tetszik, vagy mert ellene mész, és akkor már érted? Tehát, hogy akkor a mi nevelésünk volt a hibás, ha most a mi gyerekeinknek azt mondjuk, hogy ne azt, hogy ne úgy neveljük őket, mint hogy bennünket neveltek. Tehát, hogy ez nehéz, nagyon nehéz kérdés. Nem feltétlenül volt ez másképpen időszakban. Még egyszer hangsúlyozom, azért én számtalan szót tapasztaltam, akár a saját bőrömön is, de láttam is, tanulja is voltam ennek, amikor a gyengébet, a kiszolgáltatottabbat, a kicsit mást, vagy másféle gondolkodásmódot megalázták, persze, bántották. Tehát, hogy ez akkor is ugyanígy megvolt. Igen, nálunk a Farsangon az 5. osztályosok kontinenseket mutattak be, Európánál maszkos fegyveres terroristának öltöztek. Csönd lett a döbbenettől a teremben, 5. osztályosokról van szó. Ez azért gáz, amit a Diri csinált, így egy hallgató, a gyerek összeverekedik, akkor a Diri az irodában összeveri a bunyó kezdeményezőjét. Én a sérült fiú apjaként toroltam volna meg hasonló módon, mint amit a Diri tett, így egy hallgató. Azért azt nehezen hiszem el, hogy 2 eminens vagy eddig teljesen problémamentes gyerek tette ezt. Szülőként én a föld alá süllyednék, a rendszer annyiban hibás, és a szülők is, hogy továbbra sem beszélnek a gyerekekkel az elfogadásról és a sérültekről. Jó SMS, jó hozzászólás. Én egyszer azt mertem mondani a bukásra, hogy bukásra állt a gyermek. Ha bukásra áll a gyermek, nyugodtan buktassa meg. Úgy nézett rám a tanár, hogy képzelek én, hogy ilyet mondok, a végén addig feleltette, amíg 3-as nem lett. A fiam a mai napig nem bocsátotta meg, hogy nem védtem meg a tanárral szembe, de miért adna jó jegyet a tanár, ha nem érdemli meg? Hát ezt nem is értjük, igen. Igen. Gyerekek, a mai világban a szülő a saját nevelési kudarcát kivetíti a másik emberre, óvónő tanár, könnyebb feljelenteni a tanárt, mint megnevelni a saját félre sikerült gyermekemet, ami már 13 éves korban kicsit késő. Ezt Juli küldte. Juli küldte nekünk, jó hozzászólás, ez is igen. Ezek a gyerekek fognak a mi generációnkról gondoskodni, majd zsákot húznak a fejemre, ha beteg vagyok. Ehhez képest semmiért kaptam pofont a suliban. Most pedig mi történik? Igen, más a dolog. Az autista fiúval mi történt? Vagy az ő szülei?
Kivették. Kivették az iskolából. Kivették az elkövetőket is, meg az áldozatot is. Igen, kivették őket. Kivették őket, más suliba mennek, igen. Most az a generáció nevel agresszív gyereket, aki annó tisztelte a tanárait, kérdezi egy hallgató. Gyerekek, azért azt szögezzük már le, a két gyereknél milyen megaláztatásról beszélünk, akkor lenne megaláztatás, ha az iskola diákja előtt csinálta volna a Didi ugyanazt, ez csak inkább példamutatás, hogy az igazgatóiban tette. Látod, én is ugyanezt mondtam, hogy nem mindegy a helyszín, hogy hol csend meg, hogy mit mondasz előtte. Itt én ezt a fáziskésést nem értem, hogy miért nem aznap, tehát hogy miért nem megtörténik ez az eset, emelem is a telefont, és hívom a szülőket, és elmondom nekik, hogy miről van szó. Tehát én nem értem, hogy itt miért kellett ennyi időnek eltelni. Hát azt nem tudjuk, ezt az igazgató tudná elmondani. A másik meg, hogy ugye minden, bármi történik a gyerekkel. Tehát, hogy negatív, pozitív, hát ott az első, akit értesítek, akkor az a szülő, nem? Igen. Van olyan szülő, aki nem hiszi el, hogy egy gyereke ilyet tett, mert az ő gyereke hibátlan, azt mondja, az egészet a tanár találta ki. Dolgoztam iskolában, volt olyan, hogy a gyermek megverte a tanárt, kihívták a rendőröket, megállapították a büntetet, és a szülő hepciáskodott, hogy már pedig az ő gyereke egy igazi angyal, és biztos, hogy nem verte meg a tanárt. Ne higgyétek, hogy egyébként ez kirívó eset. Ide egy hallgatónk, aki ugye iskolában dolgozott. Na, hát kemény világ ez. Kemény világ ez, igen. Meg a büntetési tételét nem értem. Tehát, hogyha hibázott is az igazgató ezzel, tételezzük fel, még egyszer mondom, szerintem nem hibázott, jó döntést hozott, de ha nem hibázott is, akkor ez a... Tehát, hogy egyébként mögötte van 10 év a szakmai év igazgatók, én nem tudom mennyi, vagy 5-2, tök mindegy. Eddig jól csinálja a dolgát, van egy... De nem, tanár maradhat, lefokozták. Simán tanár. Hát úgy, de hát ez nem... Ha jó, hát igazgató. Hát azért az nem visszalépés, hogy elveszítette a pozíciót. Hát azért az, hogy azért nagyon kemény, hogy eddig igazgató voltál, most meg matek tanár. Igen, párhuzamosan vitted. De hogy ezt miért kellett ezt is megcsinálni? Tehát nyilván van felé is valamiféle retorzió más, hogy figyelj, itt túllépted azt, ami a hatáskörödet, de azért nem kell kirúgni ebből. Igen. Na jó, van, köszönjük az SMS-eket. Menjünk tovább, egy kicsit vidámabb dologgal játszunk. Már is itt van a játékosunk. Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásigyellán, mi me? Aki válaszol. Halló, jó reggelt. Sziasztok, Adrián vagyok. Szia! Hello, Adrián. Hello. Adrián, mi újság? Hello. Tizgulok egy picit. Tényleg? Nagyon. Igen. Komolyan? Hol vagy? Hol hívtál minket? Hát elvileg most pont előttetek vagyok egyébként itt az arénánál. Megyünk el. Tényleg? Merre mentek? Tényleg. Hát befele megyünk a városba. Úgyhogy itt... Dolgozni? Gondolom. Dolgozni, igen. Mit csinálsz? Hát adminisztratívkodok egy állami cégnél. Ó, hát ez nem túl izgi. Hát nem. Ugye? Legalábbis nem hangzik annak. Mivel dobjátok fel a napotokat? Mit csináltok, hogy kicsit gyorsabban menjen a meló? Lehet rádiót hallgatni például? Hát elvileg lehet, inkább az a probléma, hogy hárman vagyunk egy szobában, és mind a három más kedve. Igen. Úgyhogy néha ilyen fájt van, hogy akkor... Van egy Petőfi, egy műzikos, meg egy klasszos. Nem, és a főnök csak a Petőfit engedi. Ja, tényleg, államintézmény. Bár amilyen irányba megy a Petőfi, már lehet, hogy nem ragaszkodnék annyira hozzá. Így van. Akkor már inkább zsák a fejeket. És ki mit hallgatsz? Te minket, és a többiek? Így van. Hát van egy műzikosunk, meg van valami klasszik rádiónk talán. Ó! Nem hallottam róla, de... De, klasszik rádió. Nagyon jó egyébként. Hallgattam. 95 talán valamennyi, nem emlékszem pontosan. A klasszikus zenét nyomnak, és néha vannak ilyen nagyon fura beszélgetések, amikor azt kívánod, hogy bárcsak inkább zenélnétek. Igen. De ezt rólunk is mondják sokan, hogy bárcsak inkább zenélnétek. Bárcsak inkább zenélnétek. Este nagyon jó hallgatni egyébként, olcsó, mint a macska gyökér. Jobban akarálom. És akkor hogy van, egy 7-től 8-ig klassz, 8-tól 9-ig music, 9-től 10-ig meg klasszik? Hát általában az lesz a vége, hogy mindenki a kis fülesét azt így beaplikálja, és akkor én veletek vagyok 10-ig, és akkor... Mekkora buli lehet? A hármatok közül legalább te nevetsz a legtöbbet akkor. A music és a klasszikot még összehasonlítva, ugye? Igen. Két nagyon szomorú arcú ember ül ott a másik oldalon. Viszont az első kérdésen elvérezni, hogy a kinyer mában. Emlékszel erre a műsorra, hogy volt egy ilyen műsor, hogy kinyer ma? Aki kérdez, igen, Hoffman Péterné, Jakab Nézőre, vagyok Józsefné. És bejátszottak egy olyat, amit sosem mondtál meg, tudod. Igen. De és de ő nem, viszont megmondta. Mindent megmondott, az, hogy hanyadik taktustól játszottak, mert minden Rimsky volt. Rimsky Korszakov egy kevésbé ismert műve hangzott el az egy nyáraladogató mellett. Nagyon durva volt, igen. Adrián, figyelj ide, visszatérve a mi játékunkra, hogy megy neked ez a játék? Jól megy?
Hát persze, amikor nem kell így élesben, akkor nagyon jól. Ugye, még mindig nem nehezítettünk, tehát ilyen tehát tényleg ilyen dedós szintű feladványaink vannak, ráadásul az egész ország most már azért nagyon jól képzett ebben a játékban, ráadásul tényleg nem is nehezítettünk, tehát még mindig kicsi, híres ember, rövid város, rövid tárgy, tehát vissza kell hívni Dórát, ha miközben nem ballagott el, nem lett kamasz, nem nőtt föl, és nem felejtett el ezt a képességet, mert olyan régen játszunk ezt a játékot, hogy fölmondjon újakat, tehát mindegy, hogy mit válasz, az nagyon könnyű. Mit válaszol? Ki van ott? Megszólítottad a műzikost? Nem, még kocsiban vagyunk, úgyhogy ja. Emberem itt mosolyogva bólogat. Azt hittem. Állatot? Mit? Az azt hittem, oda szóltál, és visszaszólt akkor, hogy hagyjál már, István Dani végre egyszer poén mond. Most nem tudok figyelni, az István Dani végre vicces. Nem essünk. Na? Tegnap mi ment? Állat volt tegnap? Tegnap volt egy... Kérdezed, vagy a pasitól? Ezt most tőletek? Nem emlékszem, mi volt tegnap. Várjál csak. Állat. De meg nem mondom, melyik. Akkor orvosi tárgyat. Ja, orvosi akkor pioca. Az orvosi pioca. Akkor egy tárgyat, jó? Na, megszültjük. Próbáljuk meg. Így szól a tárgy, figyelj, óra indul. Upmaros. Upmaros. Hát ez nagyon könnyű. Sorompó. Ennyi! Az ülői úton vagytok. Akkor nagyon lent vagytok még. Király, mi? Hol vagyok? Az alsó állás, ott van Sorompó. Igen, Sorompó. Ja, vá, igen. Upmaros, így van, Sorompó. Adrien, jók vagytok. Kösz. Mióta vagytok együtt, hogy még mindig ilyen vidám a hangod? Vagy ez nekünk szól? Hát is. Egyébként, mert most jó megoldást ő mondta, úgyhogy már nagyon fogom szeretni. Titeket meg egyébként is szeretlek, és azt hiszem, én nem tudom, 8 évet. Ó, már házasság is volt, mi nem? Nem. Ó, de tudtam, mit kell kérdezni. Volt-e mással? De belekérdeztem. Gyermek? Hát majd reméljük most majd. Lassan. Nem, középkorú. Jó is ez. Jól van. Na, hát most már akkor vegyen el. Szeretnéd az esküvőt? Hát, én nem érzem létszükségletnek az, hogy közös család, az igaz, uh-huh. Tehát, hogy az nekem fontosabb. De persze, hát, ha elvesz, akkor hajrá, hát. Uh-huh. Azért az nem rossz, persze. Azért ezt a csajok szeretik, igen. Jó, az rácsaptál a kezére, elkezdte tekergetni a rádiót. Mi ennél a kérdésnél? Nem, itt vigyorog a túloldalon, nem, vigyorog, úgyhogy nincs gond. Jól van. Oké, küldjük az ajándék csomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm, srácok, köszi. Ciao, puszi, sziasztok. Hello. Ciao, ciao. Tutajos hangja volt. Aranyos hang, igen. Ezt a tutajos dolgot én 35 éves koromig nem ismertem. Hogy mi az, hogy tutajos. Amíg Jersey nem szólt el magát a VV1-re 6 évvel ezelőtt, hogy olyan tutajos a csókod, én meg így álltam, hogy így, mi van? És aztán valaki elmagyarázta, jó, hogy mi az, hogy tutajos. Jó, a pácsót se ismertük. Nagyon sokáig a pácsót se. Én nem tudtam álltak, ez egy régi, hogy úgy, de tutajos vagy. De hogy így nem tudtam, hogy, hogy ez mit jelent. Tudod, Zsú? Te is tudod? Ne. Jó van. Na, elmegyünk hírezni egy picit. Jó, Ákos elmondja a legfrissebbeket. Ha van közlekedési híretek, akkor ti küldjétek. Például olyat, hogy a 9. kerületben a Távíri utcában van egy trafi. Ezt Bandibá küldte nekünk. 5 perc van pontosan, 8 óra, jövünk Ákos hírei után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Jöjjtök a legjobban. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek. Drága hallgatók. Mm. Ez olyan Petőfi rádió zeneire is elő. Ne bántsátok most a Petőfit, most van elég bajuk. Régi Petőfi is? Most van elég bajuk. Igen, most ne bántsátok őket, szóval most mindenki őket bántja. Én nem tudom, hogy ezt játszja a Petőfi, vagy hogy miért Petőfi is elő. Hogy már humorizál. Humorizál, igen. Várj. Honnan tudja Richelieu, hogy milyenek a Petőfi rádió zenei? Árulóban köztünk. Aha. Egy kicsit áthallgat. Régi emberünket veszítettük el. Kicsit áthallgat. Azt mondja, hogy M3-as a Budapest felé a 214-es kilométernél új trafival mérnek Gabesz. Küldte nekünk, aztán a Budakeszi úton lassú haladás lehetne már nyári szünet, bütös kölköket nem viszik sehova, így szabadabb lesz a közlekedés. István Fakati egy kicsit talán, picit demagóg hozzáállást. Van néhány gyerek, aki nem tett arról, hogy most éppen ennyi éves be kell menni abba a Fránya iskolába, azért igen. Még hát a Budakeszi az lassú. Kitartás. Két hét és aztán vége van.
51-es út Érsekcsanád belterületén a CBA bolt előtt kamera fürkészi a gyorshajtókat, Széna a WC papír árus küldte nekünk. M1-es Bicske után Óbarok előtt a határ felé aszfaltozás miatt 2 kilométeres torlódás üzente Frost. A 21-es számú főúton Mátra Verebé és Tark között 3 lábú méri a haladókat, Mókus küldte nekünk, valami Nyírbátor és Nyírbogát között Trafi a 30-as táblánál, ezt Balázs küldte. Köszönjük szépen! Annyi ilyen válveregetést kaptam tegnap a férfitársaktól a gyűrűs téma után, hogy veled voltak. Tudom, tesó, tudom, az én nejem mit csinál, az én nejem mit csinál, abszolút velem voltak, elvittük Viki autóját egy kötelező szervizre, és elmesélte emberünk, aki ott dolgozik, hogy amikor ő elhagyta a jegygyűrűjét, akkor a felesége látványosan levette addig az övét. Hogy akkor is. És ha véletlen egy borotválkozáshoz, vagy bármihez leveszi a gyűrűjét, leteszi így ugye a polcra, akkor a felesége fogja az ő gyűrűjét, és belerakja az övét. És ezt megbeszélték vidáman Vikivel, és kiderült, hogy Viki arra 3 napra, ő is levette az övét. Jézusom. Nagyon kemény. Ez kollektív bosszú, nagyon akkor kemény. Ez a leveszem én is. Nagyon kemény, és mondta Viki, hogy igaza van a feleségednek, én is levettem arra 3 napra. Megy a lelki terror, kemény nyomasztás van. Nagyon kemény, hogy elmesélte a srác, hogy az ő felesége, amíg nem volt meg a gyűrű, ő is levette, sőt a borotválkozik, akkor az ő gyűrűjét belerakja. Addig jelzés értéke, hogy te levetted, én is levettem. Azért a női gondolkodás az nagy. Most. Ugye, hogy nagyon kemény? Ugye? Hát ez. Ugye, hogy elképesztő. És így jöttek ilyen átérző arccal, hogy tudom, tesó, nálunk is. És úgy, hogy ott volt a Viki is. Persze, és mondta, igaza van a feleségednek. Igen, veled vagyunk, tarts ki. Nagyon kemény volt. De látom már néhány ilyen online bulvárlap úgy vett át, hogy véres veszekedés a Morning Show-ban is. Micsoda élő adásban való összeveszés. Hát, nekik mindig nem kell belerakniuk egy csavart. Persze, nem ismerik a műsorkészítést, hogy mitől lesz jó hangulat a műsorban, de hát nem? Ők szent házasságban élnek, ott nincs hangos szó, ott nincs ilyen torzsalkodás, mint nálatok, ugye? Igen. Ők rendesen élnek. Meg is sikerült jó képet közölni rólad, a kopaszt, az újság is megírta a tegnapi, persze. De igen, megint azt tettem. Szerintem most már direkt csinálják. Na, valami egy friss sorozatot lőjön már valaki. Találjuk meg a legelőnytelenebb képet Balira. Nem elég, hogy a felesége ezt csinálja vele még a kép. Nézzék, hogy néz ki, nézzék, hát nem sajnálják. Elveszítette a gyűrűt valahol, és ezért a felesége álmában letolta egy nullás géppel a haját. Igen. Lehetne még tovább gurítani. Az egyik újság volt most a legjobb online újság. Azt írta, hogy keményen belerúgtak Hajdú Péterbe. Ja. Már ugye nincs a beszólt, mióta mondogatjuk, hogy találjanak már valami más. Megalázták, igen, belerúgtak. Ezért most valaki vett egy szinonim szoktárt. Vettek egy szinonim szoktárt. Keményen belerúgtak Hajdú Péterre. Majd a cikk teljesen normálisan leírja, már maga a cikk, hogy elmondtuk, hogy egyébként Peti nagyon jó a mélyinterjúban, de ez a műsor szerintünk kevésbé való neki. De a cím, Sebestyén Balázs, keményen belerúgtak. Azt a minden. Megtiporták. Aha. Cikkben erről utána már szó nincs, téged idéznek éppen, hogy ugye, mint a komoly interjúit szeretjük, de ez a műsor ez talán nem annyira neki való, de Peti egy makacs fiú, és hisz abban, hogy ez hogy jó. Egy jó, ennyi. Puzsér Robert nyomdokaiba léptek Sebestyén Balázsék, és nem? Jó. Igen. Ja, Istenem. Hát persze, mert egyébként nem kattintasz oda, tehát, hogy nem nézzük már meg megint, mit képzel magukra. Rájöttem, meg van egy másik oka, ugyanis az interjú alannyal egyeztetned kell elméletileg, ami megjelenik, viszont a címet nem. Tehát, ha azt megcsinod, hogy átküldöm neked, amit írtam rólad, és azt mondod, hogy remek, azt betesszük az újságba, viszont a címlapra fölteszünk ekkora betűkkel egy ilyen címet, mint amit az előbb mondtál. Az interjút kell egyeztetni, de ha idéz a műsorból, azt nem. Tehát ugye, ha ő levesz egy idézetet, mint a Kiskegyed, vagy nem, Riposzt, vagy bárki, és ők a műsorból idéznek, akkor azt átsiküldik. Tehát ez a tegnap én egy ilyen cikket nem láttam, nem mint a baj lenne, tehát nyugodtan vegyék ki azt, ami a műsorban történt, de azt még csak nem is kell egyeztetni. Valahogy azt kellene egyébként elérnünk, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk a zenejátszások után fizetünk, illetve fizetnek egy díjat, az átvett témák alapján szerintem nekik is kellene visszaosztaniuk, nem? Vagy az újságírónak, vagy az újságnak, vagy a lapkiadónak, nem? Hány százalékot kérnél az eladásból? Hát figyelj! A cikkek után? Igen. Szerintem egy 15-20-at. Milyen szerény vagy?
Gyere el velem egyszer egy üzleti tárgyalásra. Gyere el velem egy szerződés hosszabbításra, vagy egy üzleti tárgyalásra, meglátod, hogy tárgyalok. 15-20-at hagynék meg. Na, jó. Egész gyorsan tanulsz, egész gyorsan fejlődsz. Jól van, jól van. Na, ugye mindenki hallott nyilván arról a kis repülőről, ami tegnap az M1-es M7-es autópálya közös szakaszán szállt le. Hát azért ilyen ritkán történik. Ez fantasztikus. Elképzeltem azon autós társakat, akik ott vidáman autóztak haza a gyermekkel, vagy éppen mentek érte, és egyszer csak előttük landolt egy kis gép az M1-es M7-es szakaszán Budaörsnél. A rutinosok rögtön elkezdtek fénykörtözni. Azonnal lefotozták, megbüntették, mert nincs matricája, megérkezett a rendőrség. Igen, számunkért az indexet és a jobbra tartás hiányát. Mi nagyon sokszor megyünk arra, mert arra felé lakunk, és mindig beszélgetünk a Vikivel arról, hogy mi lenne, ha itt egyszer csak a fejünkre esne egy kis repülő, vagy egy vitorlázó, mert ott olyan alacsonyan jönnek, hogy én is állandóan Bennyvel bámulok fölfelé, hogy van-e valami a fejünk fölött. Lehet, hogy megéreztük, mert hogy le is szállt egyébként, és rögtön fölhívjuk a mi drága Pető Györgyünket, akit mindig bekérdezünk, ha repülős kérdésről, vagy repülős témáról van szó, mert ő tudja legjobban elmondani, hiszen pilóta, hogy mi történik ilyenkor valójában. És az eset talán azért is furcsa, mert ugye közvetlenül mellette ugye ott van maga a leszállópálya. A Budaörsi reptér. A Budaörsi leszállópálya, de hogy ő állítólag motorhibát észlelt, és nem volt más választása, mint hogy letegye az autópályára. Nem tudom, mi történik, ha ott dugó van, ha ott jön 3 darab kamionpont, hogy tudta kiszámolni, hogy éppen ne jöjjön semmi. Óriási mázli. Nagyon. Hát gondoljatok bele, ez mekkora mázli. Kényszer szülte manőver volt. Hát figyelj, ez már a délután, 3 óra után történt az eset, és kifelé menő sáv. Tehát ugye a délutáni hazamenők már lehettek volna többen is ebben az esetben, de hogy ott pont volt annyi hely, meg a sorműk elkezdett marhára lassítani, befékezni, hogy adjon helyet a repülőgépnek, de tényleg, hogyha ott most egy dugó van, és ott állnak az autók, akkor... Igen. Na, hát volt egy pilóta és egy tanítvány, tehát hogy ketten repültek, egy próbakör, vagy bevezetőkör, vagy nem tudom, hogy hívják. Állítok, ezt tanítják, tehát hogyha bármi van, akkor tedd le az autópályára a gépet. Tehát ez egy bevett protokoll elvileg, hogy azért neked oda kell leszállnod, ugye, ha nem akarsz lezuhanni. Jó, tiéd a gép. Igen, figyelj, megvan. Megvan, hogy motorhiba. Megvan, hogy az ötödik órádon. Igen, tiéd. Oké, cseréljünk egy. De gondold el tényleg. Én összetolnám magam. Az ötödik órádon vagy, tanulsz repülni, és egyszer csak azt látod, hogy így lassul a propeller előtted. Főnök, mert most mit csináljunk? Nagyon komoly. Meghibásodott az egyik motor, de hát ez egy motoros, akkor baj van. De ezek tudnak vitorlázni, ezek a gépek, nem? Tehát éppen le tudsz vele lavírozni, ha a motor meghal. Majd ezt majd a szakértők elmondja. Ezt ne lehet, hogy nem fejtsük meg. Nem. Vannak ötleteim, de nem biztos, hogy jó. Óriási pilóták vagyunk. Na, itt van velünk már is Pető György, megkérdezzük. Jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Hát lassabban minden héten adásban vagy, minden héten történik valami. Szignáltam itt kérdezni rögtön, hogy mi van a szignállal. Mind jó, ígérgetjük, de most ezen a hiszen elkészítjük. A morning show repülési szakértői a kokpit királya, nem tudom. Megkapod. Figyelj, ez most egy nyilvános ígéret. Legközelebb, ha téged hívunk előtte, ott lesz egy meglepetés szignál. Jó? Túl van beszélve. Jó, egy nyersbe egy szállok rendelkezésetekre, vagy valami tolja már. Úristen. Mi ez már régi malév volt, nem szállunk rendelkezésére. Na, ez egy bevett protokoll egyébként a pilótáknál, Gyuri, hogy le lehet tenni autópályára? Hát ugye nyilván nem az optimális, hogy az autópályára teszed le a gépet, ugye az egyértelmű, amikor valaki elkezd repülni egy ilyen kis tesztán, tanulni, akkor a tanulási folyamatnak az abszolút az egyik, és talán az a legfontosabb része, hogy mi van akkor, hogyha leáll a egy motorból az egy. Akkor ugye jön az, hogy le kéne tenni a gépet. Ugye nyilván azt is szokták tanítani a növendéknek, hogy mindig úgy repüljön, hogy közben a szemével azért pásztázza a földet, hogyha esetleg beállna ez a, hogy mondjam, szituáció, amit senki sem szeretne, akkor hova teszi le a gépet? Nyilván mezőre is meg lehet próbálni, de ugye a mező az kicsit messzesebb, mert ugye azért nem lehet látni 300-400 méter magasból, hogy mennyire egyenletlen, vagy egy jó a terep. Az autópálya, hogyha van egy szép egyenes szakasz, akkor az egy, hogy mondjam, jó dolog tud lenni, ha oda leszáll. Na de ilyenkor ugye ki kell számolni fejbe, hogy az a Skoda Fabia, ami ott 40-nel döcög mögötted még éppen, az figyelj, pont mikor ér oda? Tehát, hogy hol? Nyilván ugye nem a menetirányjal szembe szállsz le, hanem a menetirányjal egy, hogy mondjam, irányba, és hát először gondolom berepülsz. Én még nem szálltam le autópályára, és ezt a jó szokásomat szeretném is megőrizni. Nyilván mindenki egyébként ezt szeretné, de hát aztán néha bejön egy olyan szituáció, amikor ez nem megoldható. Lerepülsz az autópálya fölé, és hát azért gondolom az autósok azért csak észreveszik, hogy ott berreg egy repülő.
és akkor lelassítanak, és akkor be tudja oda rakni. Egyébként ezen a videón jól is látszik, hogy ott az autók mennek, és az autók közé nagyon profi módon szépen leteszi a repülőt, és ott szépen aztán lassít az autópályán, majd ki is húzódik egy picit a leállósávba. Ilyenkor egyébként a pilótának jelenteni kell, vagy annyira gyorsan történik minden, hogy nincs ideje megbeszélni a toronnyal, hogy mit csináljon, ő dönt, nem kommunikál, gyorsan leszáll, vagy azért előtte szólni kell a gyerekek, szóljatok a rendőrségnek, készülök leszállni az M1-esre. A helyzet az, hogy ez a Cessna, amiről itt például szó van, amit leszállt, elképesztően jól siklik. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen 400-500 méteren leáll a motor, akkor még ezzel kényelmesen lehet siklani, van ideje az embernek, hogy kitalálj, mit akar csinálni, és nyilván, hogyha van áram a gépen, akkor még tud rádiózni is. Tehát, hogy itt nem azt kell elképzelni, ez a repülő, mint a kő, egyszer csak így kiesik a levegőből, hanem tényleg ez egy nagyon jó indulatú, hogy mondjam, repülő, amiben nagyon-nagyon, hogy mondjam, jól le lehet szállni, ha éppen egy ilyen szituáció előáll. Akkor simán levitornázol vele. Hát persze, le tudsz vele vitorlázni, nagyon jó a siklószáma. És ilyenkor a tanítvány, gondolom, hát ő nem nagyon nyúl bele, nem? Tehát ő ott ül, ugye, nem tudom, ez próbakör volt, vagy iskolakör, nem tudom ennek pontosan mi a neve, ugye ott ül, tehát ezt nyilván az oktató viszi azért ilyenkor. Feltételezem, hogy mivel ez egy oktatási szituáció volt, ugye mind a ketten ott ülnek a vezérlésnél, mind a kettőjük előtt van egy kormány, de hát azért gondolom, hogy amikor így leáll a motor, akkor azért az oktató azt mondja, hogy akkor figyelj, most átvenném, jó is letenném a gépet. Bár ki tudja, lehet, hogy a növendéknek volt egy éles gyakorlata, de tudom, ki fog derülni. Igen, vagy elkezdett szabadkozni. Nem nyomtam meg semmit, nem nyomtam meg semmit, tényleg. Vagy elaludt az oktató, és azt mondta, most megtréfálom. Felkeltette már az autópályán. Leszálltam, büszke vagy? De figyelj, egyébként ez van, tehát amikor én például tanultam repülni, és mindenki, aki tanul repülni, az oktató egyszer csak azt mondja, hogy ilyen váratlan pillanatban, hogy oké, most lehúztam a gáz, most vegyük úgy, hogy leállt a motor, nyilván a motor megy alapjáraton, de nem nagyon viszi a gépet előre, és akkor azt mondja az oktatónak, hogy akkor most találd ki, hogy hova teszed le a gépet. És akkor ki kell találni jól. De neked kell akkor ott megfejtened, hogy hova teszed le. Hát persze, hát gondold el, hogy vannak ugye felsővezetékek, tehát egy csomó olyan tereptárgy van, ami adott esetben ugye hát eléggé megnehezíti azt, hogy hova teszed le a repülőt, és az autópálya az nyilván mindig egy nagyon jó opció, mert szép, nagy, egyenes, kibetonozott rész, nyilván az egy picit nettes, hogy ott még forgalom van, de azért ott elég jó esélyekkel indul az ember, hogy szépen egybe leteszi a gépet. Oda baktat egy ilyen sárga angyal, aki a repülőknél nem tudom, mi megszereli, majd felszállnak? Vagy ezek, hogy viszik el? Elvontatják? Hogy viszik el a gépet? Én azt mondom, hogy el is lehet vontatni, de hát gondolom fel is lehet vele szállni, ha megjavítják a gépet. Aha. Én nem tudom, hogy itt a konkrét esetet most hogy oldották, hogy oldják meg, de hát mind a kettő opció megvan. De azért azt ne felejtsük el, hogy például Svájcban, Izraelben, ott például az autópályák, azok gond nélkül átalakítható a katonai célokra. Hát vagy Finnország például. Hát igen, szóval, hogy az autópálya nem most került először be a aviatika, hogy nem látómezejébe, elég gyakran használják. Igen, érdekes, hogy hallgatom, amit te mondasz, hogy Amerikában az autópályákat úgy tervezik, hogy minden 5 km után legyen egy minimum 1 kilométeres egyenes szakasz pont a repülősök miatt, hogy ha bármi van, akkor azért ott le tudjanak szállni. Jellemzően egyenes, nem? Az autópálya azért nagy kanyarok nincsenek benne. Hát azért szokott. Van. Mondjuk egy A2-re fölmész, ott nem tudom, Bécs után azért az ott, jó, hát ott azért nehezen teszel egy utasszállítót. Nagy bravúr, hogy ő átrepült ugye a felüljáró alatt, vagy akkor már csak gurult, azt nem tudod? Én szerintem átrepült alatta? Én úgy tudom, hogy átrepült. Itt kénytelen leszek elmondani a véleményemet arról, ez a híd alatt való átrepülésről, ha már így nagyon várjuk. Megkérdeztétek, ugye itt az elmúlt napok, vagy hetek meg, ugye itt ugye repülgettek itt a Lánchíd alatt. Beszélhetünk erről egy picit? Hogyne, persze, kíváncsi vagyok, hogy te pilótaként mit mondasz. A robotodon nálunk, úgyhogy arról beszélsz, amire akarsz. Figyelj, kenegetitek itt a hájamat, köszönöm. Szóval, hogy egészen elképesztőnek gondolom, hogy például van egy ilyen Lánchidunk, amit én imádom, gyakran biciklizem rajta, meg kocsival is átmegyek rajta, és nem nagyon tudom azt felfogni egyébként, hogy ez alatt miért kell állandóan átrepülni. És ugye volt ez az ominózus eset, ahol egyik repülő kicsit beleakadt a vízbe, igen, és majdnem történt is egy pici tragédia, hogy ez számomra egy ilyen megfejtetetlen dolog, hogy minek kell olyan gyönyörű tereptárgyakat, mert ugye a repülős nyelven így hívnak egy hidat, hogy tereptárgy, hogy minek kell ilyen hidakat használni átrepülésre. Szóval ez számomra egészen rejtélyes, és aztán néztem a Facebookon, hogy
ennyi felháborodott hozzászólást én rég láttam repülős témában, mint ennél a híd alatt való átrepüléshez. De mi a baj, hogy hiányzik belőle az alázat? Vagy hogy a repülés pont nem ezt kellene, hogy üzenjen, hogy na még... Szakmai érítség, persze. Ugye, nem ezt kellene, hogy üzenjen a repülés, hogy na mi még itt is át tudunk repülni, vagy mivel a baj? Én azt gondolom, hogy a repülés nem arról szól, hogy kísértsük a jóistent állandóan. Tehát a repülés az egy alapvetően nagyon biztonságos, nagyon klassz dolog, és én nem látom át pilótaként, hogy ez mit olyan izgalmas az, hogy most átrepülünk a Lánchíd alatt, hú, sikerül, nem sikerül. Tehát, hogy ez, én ezt egyáltalán nem gondolom egy szórakoztató dolognak, és azt gondolom, hogy az emberek többsége sem hiszi ezt. Nyilván van egy-két ilyen pilóta, aki a bravúrra játszik, és nagyon szereti, hogyha ilyen dolgokat csinál, de azért alapvetően ez hát nem tudom, ez nem egy jó dolog, és külföldön azért nagyon sok helyen ezt nem is engedik. A másik vonalon itt van velünk Besenyei Péter, aki szintén hozzá a téma. De tudod, ez kell a népnek. Hát tehát kenyeret, cirkusz, átrepülünk, kimegy 1 millió ember, megnézi, hogy át, egyébként szerintem most látványilag most átrepülő egy repülő a Lánchidat, nem egy akkora sztori, de hát imádják, mindig kimegy 1-2 millió ember, és akkor megnézik, hogy hú, de jó, átrepült a Lánchidat. Nem lehet, hogy itt is ez volt a sztori, hogy mondta az oktatónak a tanítvány, hogy hát sajnálom, tudod megcsinálni, hallod, biztos nem tudsz úgy átrepülni. Hogy tudnék, mert de hogy tudsz, és utána le kellett szállni. Tehát te pilótaként akkor nem szereted az ilyen csimbum cirkusz. Vircsaptól. Arról beszéltünk egyébként adásban, föl is hívtuk a kötelék vezetőjét, aki elmondta, hogy igen, hát ott mázli volt, nem tudom, talán dél-afrikai volt a pilóta, vagy nem tudom milyen származás, aki remekül megoldotta, fölkapta a gépet, ugye, de a kereke beleért a vízbe. Igen. Nem nézett ki túl jól. Akkor te pilótaként nem is gondolkozol ezen, hogy bevállalnád, nem vállalnád, nagy kihívás, vagy amikor nézed például azt az utasszállítót, ami áthúz Budapest felett, ugye itt a parlament magasságában. Az egy más dolog, az áthúzás az egy nagyon szép dolog, az nyilván látszán, hogy ilyen gyönyörű város, mint Budapest, kevés van, és egy repülőgép, amit így áthúz a parlamentben. Az jól néz ki. Az nagyon jól néz ki, az egészen csodálatosan néz ki, plusz még olyan reklámot kap az a légitársaság, mint amit gyakorlatilag megfizethetetlen, úgyhogy szerintem az egy zseniális dolog, de hát az más, mint egy híd alatt röpködni, és várni azt, hogy egyszer csak valami szörnyűség bekövetkezik, mert azért én meg vagyok arról győződve, bár erről soha senki nem beszél, amikor az ember cirkuszba megy és nézi, hogy a magaslaton ott egy kötélen ott másznak át, azért a lelkem, én mindenki szeretné, hogy ne történjen semmilyen dráma, de azért mindenkinek a lelkébe azért ott van, hogy ú, lehet, hogy nem sikerül. És ebben a híd alatt átrepülésben is én érzek egy ilyet, hogy oké, de mi van, ha nem jön össze? Tehát, hogy ebben van egy ilyen izgalmi faktor. Hát... És erre gondolom azt, hogy ide nem kell izgalmi faktor. Tehát a repülés nem erről szól. Jó, de akkor te mire pörögsz? Fahéjev és muzsika tévé? Azt például imádom. Repülés között fahéjev. Orra felszívni egy fahéjét. Én ettem már meg egy kanál fahéjat egy műsorban. Nem annyira szórakoztatom. Egyébként János, csak mondom, hogy eltetted meg velem azt a kanál fahéjat. Viszont számom rendkívül szórakoztató. Igen. Na jó van. Gyuri, legközelebb már szignállal, jó? Olyat nagyon kapsz, gyöny, imádni fogod, olyan szignált csinálunk neked, jó? Köszönjük jó. Szépen. Pető Györgynek, köszi, jó munkát. Jaj, bocsánat, merre vagy most éppen? Hol repülsz? Hol vagy? Tegnap jöttem haza. Csináljunk földrajzi kvíz? Igen, jól lehet. Itt állok az M3-ason tőle. Na, kértek egy földrajzi kvíz? Na, földrajzi kvíz jöhet. Na, abból jók vagyunk, rettel már Balázsbe is bizonyít. Igen, hol van Naberezni Cselni? De szép hely. Hát aztán. Nagyon Oroszországnak vagy Ukrajnának tűnik. Leszettek a lázadunk? Túlsztárgyalunk éppen, ezt nem mondtad. A szemeddel pislogtál, azt nem látjuk. Elmorzéztad a fogságban. Gondoltam, hogy legyen ennek a mai beszélgetésnek egy ilyen kicsi ilyen tanító jellege, és hogy így ne menjünk haza üres kézzel. Naberezni Cselni, az az orosz Detroit, az autógyártásnak a fellegvára. Azt a videóságot neki. Ladákat ott csinálják, a ladát? Ladát speciál, nem a Toljatiban nyomják, de itt csinálnak minden. Például a kamaz. Megvan a kamaz. Hogy ne lenne. Hogy ne. Persze. Ez itt készül. Nagyon nagy. És mit keresel kint? Kimentél egy fél tengelyért? Ez lesz a cél. Igen, csak autentikus forrás. Igen. Figyelj, én ma már a Hudson folyót simán beraktam Bostonba reggel 4:45-kor még a kávém előtt, úgyhogy ezzel bizonyítottam, hogy én kiszálltam a földrajzi kvízből. Úgy gyönyörűen. Arról a pilótáról beszéltünk, aki pont ugye New Yorkban a Hudson folyóra tette le az utasszállítót. Az egy szép mutatvány volt. Megfilmesítik, ha akarsz egy kicsi továbbképzést, csak mondom, nem tudom mennyi időt van moziba járni, de Clint Eastwood csinálja a filmet a pilótáról. Van akinek a Hudson folyó, van akinek az M7-es. Ennyi. Most már te jössz valamit valakinek a Láncid, most már valamit neked kell villantani. Rendben. Hívunk, köszi, ciao, köszönjük, hello. Na, rákos patakra hidroplánnal. Én érdekes, egy pilóta, és tök máshogy látja, nem a
páncid alatt járt a ülés, hogy ez veszélyes. Fél 90 pontosan várunk friss közlekedési híreket, küldjetek, ha van, mi pedig jövünk Ákos híreiben. 3:49 lesz pontosan 6 perc múlva, jó reggelt minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, Kowalski meg a Vega. Mit mondjak? Még egyébként egy új dal, viszonylag új, ugye januári, vagy talán februári a dal, de kiváló. És milliónyian köszönjük, hogy végre arra használod a CD-t, amire kell, mert ez volt az a CD, amivel a zabodat letakartad. Igen. Hosszú ideig. Hát egy hosszú ideig. De elhoztam egy tányér. Jó, végre van tányér, és a CD-vel az van, aminek annak történnie kell vele, lejátszásra került. Jó, kedved lesz tőle, jó hangulatú, jó a szöveg, van mondani valója, én Kováikat nagyon bírom. Nagyon jó. Balázs Szavak egyébként az albumnak a címe. Igen, jó kis dal. Azt mondja, hogy igen, rest in peace Petőfi, tudod? Ez most tök véletlen. Akármilyen meglepés, mi is szeretjük az ilyen típusú zenéket. Hogyne, abszolút. Körösi Csaba Sándor út elveszett befelé áll az egész, fél órája jövök az Élesaroktól, de még a Mázsatér közelében sem vagyok. Ez Tivi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi van? Balázs, mi ez a szar? Majkát akarunk? Jó, hát na látod, ennyire nehéz, szóval ennyire nehéz jót tenni. Majka is jó, csak az egyik kezeddel adsz, a másikkal elveszel, nem tudsz mindenkit kiszolgálni, de hát ezt hozzá kell szokni. A tegnapi esetén a pilóta zseniális döntést hozott, a gép már nem tudott volna átrepülni a híd felett, minden tiszteletem az oktatói, Rács Tamás mentő helikopter pilóta küldte ezt még nekünk, köszönjük szépen. Darus trélerre rakták, leszerelték a szárnyát, és elszállították a tököli reptérre. Rendőri kísérlettel. Mekkora? Vigyázzon, nem? Ha életedben nagyon. Csak hármat repültél, de ott vagy egy ilyen, már megértél mindent, amit a repülésből ki lehet hozni. Leszerelték a szárnyait, és tovább haladt Balaton a pilóta nyaralójában leszállította a gépet, ahol megjavította. Igen. Na, gyorsan még egy-két közlekedési hír. Az M7-e 147-es kilométerénél már nincs baleset, jó járható. Zoli küldte nekünk, Törökszent Miklóson egy pick-up karambolozott egy bringással, ráadásul egy nénivel, reméljük nincs komoly baj, a Liszi küldte nekünk. Úgyhogy ott is vigyázzatok, valamint trafi van a 132-esen, szintén az M7-esen, úgyhogy ott is dugóra lehet számítani. Milyen túl, hogy Amerikában úgy alakítják ki az autópályákat, ha ez igaz, hogy tényleg mindig benne hagynak egy kilométert, hogyha bármival repülővel, utaszállítóval azért ott le tudjál szállni. Jó döntés. Nem? Jó döntés. Jó. Elképesztően. Ez a skandináv országban is így van. Hát én mondjuk a hadirepülés oldaláról tudnám megközelíteni a dolgot. Például a mi Gripenjeinknek is az egyik sajátossága az, hogy úgy vannak kialakítva, hogy egy nagyon rövid autópályaszakaszon is le tudjanak szállni, illetve fel tudjanak szállni. De ez jó. A svédeknél így vannak kialakítva az autópályák, és figyelembe veszik a repülőgépeknek a fesztávolságát, a szárnyak fesztávolságát, stb. Hogy ott gyakorlatilag bármikor olyan körülmények között leszállnak, felszállnak, újra tankolják, átfegyverzik őket, stb. Jó kis gépek azok. Nem tudom, hogy van-e jogi szabályzás, de kérem, sőt, követelem, de most még röhögsz. Kiborult a közös képviselő. Majd még röhögsz. Megint egy napi rendelőti felszólalás. Parlament elé fogom vinni, mint Trütko az autóban való dohányzást, a gyerek van benne, hogy a kretén... 2 perc a KDNP-s képviselő úrnak. Már csak 1.40, hogy jogi szabályzása legyen a motorkerékpárok kipufogó csövének hangerejének. De a motorkerékpárok? Igen. Nem a motorbiciklik? Figyelj! Tényleg ez várám 50 felé, hogy háborogni fogunk azon, hogy hangosok a motorbiciklik? De nem hangosak, hanem üvöltő kipufogó csöveket szerelnek fel. Ezek a fránya huligánok nem gyári tartozékként a személygépjármű, vagy miért? A motorkerékpárra, a motorbiciklire, ahogy mondják felé. Te fia, hajnali 2-kor valami hülye, de most tényleg nem tudok jobbat mondani, az egyébként csendes övezetnek minősített Velencei tó partján azzal szórakozik, hogy egy helyben áll, megnéztem, behúzza, nem tudom, valami kéziféket a motoron, és nem rakja nyilván sebességbe, és elkezdi húzni a gázkart, és ezt hallott, hogy... Hát lehet, hogy csak a murvát akarja áttolni a kerék. Nem forog a kerék. Vagy nincs lomszívója, és így akarja elfújni a lomból. Figyelj, Feri, valaki meg azt tudta, hogy délután 2-kor disznót pörzsöltek a Velencei tóban. Nem, sose mindig reggel pörzsölünk. Igen. A disznó pörzsölés hajnalban van. Nem 2-kor már ittasan fekszünk az elkészített kolbászok mellett. De hogy vagy éjjel 2-kor a kis süveges kis sipkádban, a kis bojtos papucsodban, a kis köntösödben? Kimentél, és azt mondod, hogy huligánok, rossz vége lesz. Igen, és a
lábamat kidobtam. Hát mondtad, hogy megnézted, hogy elhúztad a függönyt, és kikopácsoltál a kis nyílászárodon. Nem tudok kikopácsolni, ki kell menni hozzá. Kimentél? Az eset egyébként ugye nem most történt, hanem a múlt héten még, és áll a csávó valami haverjával, nem mennek sehova, és húzatja azt a rohadt motort. És meg sem bozdultak, amikor megdobtad őket járókerettel. Semmi. Persze, és azért fogatlan vakondorunkat is rájuk engedtem. Egyáltalán nem voltak mérgek, amikor nekik dobtad az okulárédat. Meg még az a faszenes vasalót is kivágtam az erdőre. Hogy mondjátok már meg, de tényleg a motorosokat kérdezem a másik oldalon, akik hallgattok, hogy én megértem, amit sőt én... Te hogy érted? Utálod őket? Hát minden szabadból ácsít a nyűlövet. A hülyéket utálom. Én igazából, megmondom őszintén, most egyetlen dolgon agyalok de rettenetesen, hogy... Hogy te is ilyen vagy-e már? Mit fognak vele csinálni a alsóőrse? Ezek után. Pont azért mondtam, hogy de az egy motoros fesztiválon csinálja, de egy ilyen övezetben, ahova az emberek pihenni járnak, meg egyébként ott otthonok vannak, állsz hajnali kettőkor a tóparton, és mit csinálsz te hajnali kettőkor a tóparton? Biztos, hogy mit csinálok? Éppen belevizeltél a velencét. Nyilván, ott brunyál. Mindenki belebrunyál. Ott brunyáltál éppen. Mindenki belebrunyál. Nem, erre mentek. Soma alszik éjszaka. Eltalálom a béka fejét. Melyik béka? Menjünk be, apa, anya már nagyon mérges. Várjál, még ezt összehozom. Béka lencse! Vigyem ötje! Nem sose szoktam így beszélni, itt a sok akkor sem, ráadásul a béka megértő. A béka megértő. Aki jön, megcigiztetjük, Soma. Nem lehet ennyire nyugger, hogy kiborulsz egy kis motorzajtól. De tényleg ne legyen már ennyire bácsi. Nem a motorosok, nem valaki kicsit megpöcögtette a kis 250-es jávája. Egy fél órán keresztül húzta a gázt, és üvöltette más a motor. Más meg azt hogy érted, hogy 2000 wattos babylisszedet szállítod a szakállat. De most hagyjatok már békén, tehát ez tényleg csak engem zavar, hogy emberek aludnának. Viszonylag messze van hozzá. Nem tudsz aludni attól, hogyha a szomszédban érted valaki elgurít egy egyenes szakasz van itt a házunk előtt, viszonylag széles út, ott szokták kihúzatni, tehát hogy én már hozzászoktam. Próbáld meg, hogy megeszek két abonat szeletet este, akkor tudsz aludni, biztos megint bezabáltál valami csülköt, nem tudtál aludni, álmatlanul forgolottál, az nem, ha hallottad a motort. Én úgy alszom, fel nem kérek tőlem, puskát dörrenthetnek-e. Egyé soványabbat vacsorára, nem aztán tudsz soványabbat aludni. Tenni, semmi köd, de az nem hangos, az téged nem zavar, ha én a szomszéd. Nem úgy értem, hanem azért eszem. Hallottad, mert nem tudtál aludni, megint, mert az a harmadik kitalom. A csülök már nem kellett hallott, de még ez a motor is, meg ez a csülök is, ez engem annyira bánt. Mondtam, hogy szedjük le a vodkacsákról a GPS-t. Szóval nem kell annyit enni este, és akkor könnyebben, mélyebben ne. Alszol, nem ébredsz föl motorzajra. De még nem aludtunk. Ja, még bulisztunk. Érted? Hogy áll az ember, húzatja, hogy miért kell ezt, hogy ez mire jó, mit akarsz vele bizonyítani. Vagy mi volt a buliszt? Mi volt ezzel a motor? Azért nem zavar a hangos motor. Én mindig arra gondolok, a hangos motor, én legalább hallom, ha jön. Most ezt komolyan mondom. Tehát, hogy ha mellém suhan egy ilyen motor, attól én megőrülök, hogy honnan kerültél elő. És egészen legyen legalább módon nem hülyeség az, amit mondasz. Például az elektromos motoroknál ez egy nagyon komoly probléma az elektromos autóknál, hogy nem hallott, hogy jön a jármű. Én maximálisan mellettük vagyok, tehát én nekem nagyon szimpatikusok az elektromos hajtású járművek, meg a hibridek is, de ott nem hallott. Ritkán találkozom elektromos motorra, kocsival inkább, de elektromos motorra nagyon ritkán. Hát, pedig van. Lehet, de nem. Azért találkozom, mert nem hallod. Sem veszed. Érted, csak ott vannak mögötted, mindig ott vannak. Csak azt lehet, hogy hajad balról jobbra. Na akkor arra viszont berágok. Nem, az akkor viszont utána megy a hajad bármint megengedek, de hajamat. Tehát azt mondom, hogy legyen jó hangos, hogy éjjel kettőkor egyébként nem szerencsés. Nem. Tehát éjjel kettőkor aláírom, hogy nem szerencsés, de az, hogy minél jobban hallod, legalább tudom, hogy jön. Éjjel kettőkor még nem közlekedem, de legalább van egy ilyen hangja, tudod, hogy fel vagyok rá kész, hogy megérkezik. Apám minden reggel tudok rá készülni. Hatkor indult reggel a ház elől az illel, tehát hogy nekem gyakorlatilag. Érted, te füldugóval alszol, neked könnyű. Na, tessék. Te minden éjszaka forró olmot öntesz a füledbe, elalszol, persze, hogy nem kezdve semmire.
akadályoz meg benneteket abban, hogy vegyetek füldobot? A jó ízlésük, tudod, ja, hogy az többek között. Az már nagyon bácsi. Két ilyen sárga ízé áll ki a fülemből. Az már nagyon bácsi. Aztán csak letekerik a hallókészüléket, aztán meg is vagyunk. És akkor már jobb, tehát még egyszer mondom nekem, nem a közúton való motorozással van problémám, hanem hogy a hülyeség, érted, hogy állsz, ott mit mond, megmutatod a haverodnak, hogy nekem hogy szól? Vagy ja, megírta egy hallgató most, és lehet, hogy igaza van, hogy ez egészet nem azért hoztad be adásom, hogy igazából te voltál az, aki kapaszkodtál a gázkarba. Hogy kell ez? Engedtem a gázkart, hülye vagy ilyen kettő, vagy nem bírok felállni. És húztad a motort. És most valahogy meg kell magyarázni ezt a történetet, mert az összes szomszéd Velencén tudja, hogy na, a Feri megint belekapaszkodott a gázkarba. Megint bulisztak. Ja, mert én menni akartam egy körbe, ugye üresbe adták ide a motort, és én azt mondom, de megy a gép! Igen. Szóval... Figyelj, innen már csak egy ugrás, hogy átnézeted magad, életbiztosítást nézed csak meg, költ, hogy velem vannak a hallgatók. Nézed meg az SMS falat, ami szolgáltatást, ugye én nem is tudok földolgozni, igen. Önöreg vagyok már. Feri, ezek után alsős kérdéses. Igen, háttalálva fog neked szólózni a búzasod. Ne hallgatod éjszaka, Feri, hanem aludj. Igen, szerintem rosszat álmodtál. Feri, akkor tisztázzuk, mi történt. Nem én húzogattam a gázt, te voltál annyira részek, hogy a gázkarba kapaszkodva próbáltál felállni. Összeértek a szállak, érted? Itt van az elkövetés, meg itt van a szemtanú is. Meddig csinált a fél órát, csináltam? Hát én nem tudom, 20 percet, de hogy nem értem a funkciót, mert ha valaki el tudja mondani, hogy mi a jó ebben, akkor én vele vagyok, én a szépséget kedvelem. Ilyen kettőkor valóban érted, kicsit. Érted, hogy megállok, és nem is az, hogy elmegy egyébként, hanem megáll, üresbe rakja. De nem lehet ez egy ilyen motoros szerenád volt, hogy ott itt valami csávó, a babája bent aludt egy Simpsonnal, ő kint egy jávával, és akkor régen gitároztál az ablak alatt, most meg izé bőgeted az LTZ-t, és ez egy ilyen szerelmi vallomás volt két motoros között, ilyen nincs. Lehet, nem tudom. Az egyik motoros szerelmet vallott üveghangon 8000-es vagy 12000-es fordulattal a másiknak. Nem oldalkocsis volt, és nem kiabált azt, hogy Mika, most megléphetünk! Alszik a kripli! Tényleg, nem lehet, hogy egy sima lájszöktetés volt, és a békát akarták elvinni, miközben te állták itt a Velencei tónál, érted a parton. Nem kell bőgetni, csak mondom, hogy szóljon, nem akartatok egymásban a hűtő előtt is, volt nála két hatalmas koffe. Hát te hova? Jó, csak a téli tudkat viszem a pincébe. Ez volt a jel, hogy igen, ez volt a jel, hogy béka mehet. Egy lányszöktetést akadályoztál ezzel meg, hogy fölkeltél és meghallottad, vagy hogy nem aludtál, mert egyébként békát egy ilyen oldalkocsissal megszöktették volna. És ez volt a jel, hogy a bőgeti a motor, gyereki béka. Ugorj be az oldalkocsiba és menjünk. Ha ezt tudom, olyan kurva vagyok. Egy oldalkocsis panoniával. Egy fiatalos 70-es. Igen. Egy ilyen bőrbukós is sakban, tudod. És meddig csinált egyébként? Lehet egy 20 percig 20 körülbelül. Perc. Aha. Az mondjuk erős, az éjszaka azért tényleg erős. Szerintem be kéne vezetni, vagy törvénybe foglalni, hogy egy ilyen decibel mérővel járjanak a rendőr urak. Akik a mi barátaink a bajban. Igen, Feri, alsós, hogy már készítik neked a mágiát. Hát lehet, hogy megégetnek. De nem, alsós, nem lennék nincs lenne baj. Majd elkap a Hells Angel, tudod, és egy ilyen tóparton négyen lefognak az ötödik, meg így, na fegyek, oda fognak egy fűzfához, és körbeállnak a motorjai. Nem a motor lesz hangos, hanem te. A Hells Angel vezetője, tudod, de elkezd valamit mondani. Szóval, de ebben jó, egyébként nyilván humorizálunk, de ebben igazad van. Nem tudom, hogy vagánykodnak valószínű, tudod, ez így ilyen telepi vagányság. Nem? Ha elsőre eltaláltad volna a vokkal, akkor biztos, hogy hamarabb vége lett. Nem dobálom a vokomat, normális vagy. Elindulsz egyébként ilyen önkéntes rendőri vénával megállva kicsit felderíteni, hogy megtalállok, de szemét, honnan jön az a, és akkor elindulsz pizsibe, vagy be? Persze. Ahogy van egy bojtos papucsba álló sikába, neki szaladsz a Velencei tónak. Csillasz Patrikos boxer alsóban. Csak hogy én nagyon komoly legyen. Hát használok. Van ilyen? Persze, kimész, és akkor ott megállsz, és brigantik! Elkaplak titeket! Elhagyjátok el a helyszínt! Nem hallom, mit ugatsz! Utána látunk majd két napon, hogy motor után kötved végighúznak téged a Velencei tó környéken. Szétment a váltó, Zsolti. Akkor Zsolti se kell gyűjteni. Húzatni, Zsolti! Feri, ez nem motor volt, csak beraktunk egy avancsit. Üdv a szomszéd. Igen.
Minden egyes gátfrös nekünk egy mini intim élmény. Nálad, amikor olyan, mint amikor te beleharapsz a friss sült kolbászba. Aha, tehát, hogy a motorosoknak ez az élmény, húznak egy gátfröccsöt. Csak a sült kolbász másokat nem zavar. Amikor hogy lefröccsent a zsír, azért de nem láttalak már sült kolbászba harapni. Én úgy így odahajoltam, hogy a bali-bali. Mindig csak, hogy mondani, hogy szerszett valamit. Zsírpöttyös lettem utána, hogy te sült kolbászba harapsz. Hát így mondjuk az egy gyakori balesetén kifőznék, mert tudod, hogy beharapsz közében, és két oldalt meg mindig azt hiszem, őket kapnak. Igen. Na jó, van. Drága hallgatók, megmutatjuk a hármasugrásra beugrót. Jó? Figyeljetek, ha szeretnétek játszani a következő fél órában, akkor kettő darab dalcímet, vagy kettő darab előadót küldjetek el nekünk, jó? E-mail feladvány. Ó, és van benne egészen jó, és mutatjuk még egyszer. Jó, ez egy közepesen nehéz. Richard E. hozzám az első. Igen, és ez egy jó kis dal egyébként. Jó, kettő darab dalcím, vagy pedig kettő darab előadó. Ez az, amit várunk, ha szeretnétek játszani. Jó, van egy friss, gyors forgalmival kapcsolatos közlekedés hírünk. A határút fele végig áll a gyorsforgalmi egy kamion miatt. Valószínűleg ott is nyakába vette ezt a kis... Egyszer beszéljünk már egy kamionos, és kérdezünk, hogy mi van ott a gyorsforgalmi. Miért? Tényleg valamit mindig elnézek, nem tudom. Minden esetre nagy a dugó. A gyorsforgalmi határút felé. Ti már legyertek, nem fértek át, vagy valami. Tehát, hogy nem üzenek ilyenkor egymásnak. Nem tudom. Egyébként ott tényleg van valami guzmi, minden nap fölakad valaki. Várjuk a friss közlekedési híreket, ha van nektek. Mi pedig jövünk, Ákos, híre után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vaton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk minden morning show hallgatónak. Hát, azért a Green Day az csak Green Day. Nem? Jó az, jó. Holiday, többen kérdeztétek, ez volt a dal címe, és ez egy jó kis Green Day dal. M3-as Budapest felé, 92-es Kavicsnál fotógép, vigyázzon mindenki. Gabesz küldte nekünk, köszönjük szépen, budai alsó rakparton. Egészen jól lehet ma reggel haladni, valamint Sopron előtt, a Balfi úton rendőrautó megkülönböztető jelzéssel a kanyar közepén trafizik, ráadásul nagyon veszélyes, úgyhogy vigyázzon. A GPS viszi be a kamionosokat a gyorsforgalmira, ezt Laci küldte el nekünk, ez lehet a megoldás. Nagyfüged lehajt előtt pihenőnél trafi van az M3-ason, köszönjük szépen. Ez lehet, hogy ugyanaz, mint amit az előbb mondtam, hogy a 92-es kőnél, nem tudom fejből. De köszönjük azért, hogy elküldtétek. 94-es után a kútról mérnek, ez már az M7-esre vonatkozik, Kiskatona üzeni, úgyhogy ott is lassítsatok. Valamint azt nézem, nem, nincs több, megvagyunk. Ezek voltak a legfrissebb. Az egyik kedves hallgatónk hiányolja Julit, neki van egy jó hírünk. Igen, tényleg kérdezem, egyébként tudjátok, minden kedden 9 után. Így van, 9 után, és egyébként Juliska már is megérkezett hozzánk. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello! Itt vagyok. Megérkezett Juli, igen. Már 9 előtt reklamált, úgyhogy még nem tudta, hogy mi jön 9 után. Az igazán elszánt. Igen, az újdonsült hallgató. Már mindig kedden és mindig 9 után. Hol a Juli? Kérdezi ezt 9 órakor, vagy 9 előtt kedden. Na mi újság, Juli, hogy vagy? Hát ezerre szervezem a nyári szünetet én már most. Na, ja. Rászabadultak a gyerekek, mi? Nem, hát még nem, de nem sokára rám szabadulnak, és 11 hetet kell valahogy kitölteni, nem tudom, ti hogy oldjátok meg. Ti hogy csináljátok? Kire bízzátok? Hát figyelj! Rád, neked is. Nem szóltunk még, de átdobjuk. Okay. A miénket is. Hát a Ferének nagyon jó, mert jó helyen vannak nyáron, igen. Dolog, meg hát a Békának nem olyan jellegű a munkája, tudod, tehát hogy ő akar, akkor ő egész héten otthonról tudja csinálni a dolgát. Ugye nem vagyunk a tóparton, ott van lent egy csomó gyerek, tehát nálunk mondjuk bandázás van, nálunk az szokott nehéz lenni, ha mi vagyunk azok, akik megnyerik a 15 gyereket. Tehát, hogy ott az a izé, de egyébként meg át tud tolni a másik helyre egy kicsit, meg a Béka otthon van, úgyhogy nekünk azért könnyebb a dolog. Aposomék bevállalják de őket egy hétre, olyankor 3-ig ott hagyjuk őket, elfelejtünk értük menni, van megoldás egy csomó. Az menő. Ja. Én már menetrendet írok, tehát már pontosan tudom, hogy melyik héten ki fog rájuk vigyázni, melyik héten melyik táborba mennek.
magunkhoz is veszünk gyerekeket egyik héten, következő héten átdobjuk a másik szülőnek, úgyhogy így felosztjuk maguk között a dolgokat. Én nem is tudom, hogy az, akinek nincsen segítség, az, hogy a túróba vagy meg ezt a 11 hetet. Annak ez egy katasztrofa. Ja. Őszintén. Ugye az Ovi tovább megy, mint a suli, ugye? Igen. A sulinak igen. Előbb lesz vége. Hát az Ovinak egy hónap szünet van. Igen. Az iskolásoknak pedig 2,5. Tehát az óvodában van nyári ügyelet. Nyári ügyelet. Igen, ott már augusztustól nálunk is indul. Igen, hát most, hogy elballagott, nem tudom, hogy... Kicsit ciki lesz visszavinni. Dehogy még lesz. Egy hónap. Dehogy lesz. Itt vigyázzanak már rá. Dehogy lesz. Igen. Ezt a szót nem ismerjük. Nem tud eléggé ciki lenni. Ez nem tud eléggé ciki lenni. Őszintén szóval, mielőtt a Milán is meg a Lidi is iskolába ment, hogy mi még visszavittük augusztustól szeptemberig az óvis ügyeletbe, és szeptembertől kezdte az iskolát. Nincs ezzel baj, szerintem. Egyébként meg ebben, ha az óvi jó fej, akkor segít vissza, szóval nem szokták kiebrudalni az elballagott gyerekeket egyébként. Ez egy nagy szakkörn, persze, hogy hova tedd, hát azért nagyon sokan dolgoznak. Mennek kerületi napközis táborba is. Hát meg a tábor is, azért az is egy hét 30-40 ezer forint, nem tudod minden héten beadni táborba, két gyereknek már is egy hét tábor gyorsan 80 ezer, az már azért sok család költségvetését érthetően megviseli egyébként, csak hogy röpködnek a 20-30 ezer, ez összegyűlik ám pikpak, főleg ahol több gyerek van. Úgyhogy nem egyszerű feladat. Úgyhogy tényleg azt tudjuk javasolni, csak hogy keresétek meg Feréket a parton, ahol 15 gyerek kapjátok. Most ezen nem lesz népszerű, amit mondok, de már úgy hallgatnak minket, hogy a diákok, ahol ez erős népszerűségvesztéssel járna, de ezt úgy csinálják nálunk kicsit fejlettebb nyugati országokban, hogy lazább a tanrend, viszont rövidebb a nyári szünet. Nem terhelik őket szét, kicsit széjjelebb húzzák, a szülőknek is könnyen, vagy a gyerekeknek kevesebb az óraszámuk, de ugyanott tartanak, és nem mondjuk 2,5 hónapot, vagy 2 hónapot vannak szüneten, hanem mondjuk csak 3 hetet, 1 hónapot, amiben nyaralsz, pihensz, viszont az egész évet sokkal szellősebb, sokkal lazább, nem vagy túlterhelve, kevesebbet tanulsz, mert ugye szélhúzzák. De a téli szünet mondjuk. Azt nem tudom, hogy pontosan a téli szünet hozzon, de nem hagyják ennyire sokat. Aha. Csak ugye hát ott mondjuk vannak, mit tudom, klimatizált osztálytermek, meg nyáron a 30 fokba be tudod ültetni, hát de nem arról szól, hogy júliusban 30 fokba, hanem egy picit egyszerűen rövidebbre veszik a nyári szünetet. Én így oldják meg, csak klimatizált csulik vannak, hát nyáron azért egy klimamentes teremben nem tudsz beültetni 30 gyereket úgy, hogy ne kapjon senki hőgutát, nem is nagyon figyelnek, de ügyesen ezt azért megoldották. Jó, sok de helyen, ez egy fejlett demokrácia. Több pénz van, nyilván modernebbek a sulik, rövidebb a nyári szünet, és ezért sokkal szellősebb az évközbeni szakasz. Nem teszem rossz hozzá rendszer egyébként. Szerintem a gyerekeknek se feltétlenül jó ez a 2,5 hónap. Szóval így utána azért, egy vudubábúba egy ilyen ceruzát, így a hátamba kicsit el is kezdte hilani. Nem vártátok? Augusztusban már a suli. Ja, nem. Kóncot a fején, ne hasonlítson Júlira. Szurkál. Az, hogy újra találkozok a haverjaimmal, az, hogy nem ott ülök, hogy a Városligetben. Tehát, hogy én szóltam a haveroknak, és akkor mi összefutottunk. Figyelj, nem erről van szó, mi is találkoztunk a barátokkal, de egy idő után elunod azt, mert nyilvánvalóan a szülőhöz valamilyen szinten kötve vagy, hogyha programot kell csinálni, akkor ő visz, vagy hoz, vagy egy fel. Jézusom, én is vártam. Nem mondjátok, hogy azt vártátok, hogy legyen vége a nyári szünetnek. Én nagyon én a gimit például imádtam, de én az általános iskolát is imádtam. Nagyon szerettem, tehát én már augusztusban már vártam, hogy lehessen bandázni, menni. Hát bandázni a bandázást, igen, de akkor szóltam nekik, ugye mi, hát mondjuk mi nem a nagyvárosban éltünk, ahol erre. Nagyon jó a nyár a nagyvárosban. Az aztán akkora mulatság a beton rengetegbe, hogy aztán egy hét szótüdülőbe anyámék elvittek Fenyvesre, ott kicsit ott kavírnyáztak a Balatonba. Úristen, ilyen a víz. Két hónapot meg a panel lakásban, aztán az nagyon menő volt gyerekkoromban. Akkor a helyen laktatok, érted? Hogy mert mi úgy átmentünk a szomszéd utcába, és ott laktak a haverok. Nem, vidéke más. Vidéke sokkal jobb. Nem is fürdeni a tóra ide-oda. Anyám azt a hajzsla fejet, beakasztotta a kulcsot a nyakamba. Igen. Augusztus 31-e. Nem törsz be sehova, nem rabolod ki a postát, nem törögetett fel a postaládákat, nem lövött ki csúzlival az üveget a tesóddal. Na, erigye játszani. Augusztus végén lássa. Menni kellett dolgozni. Menni kellett dolgozni. Idegentől cigit és piát. Ismerőstől vagy rokontól. Na, Baláska, megmondtam, nem dohányzunk a lépcsőházban, elnyomott az utcán a cigarette. Nem, szóval ott ment dolgozni, mi a tesómmal egyedül voltunk, jöttünk, mentünk, bringáztunk, hát nem vittek 100 helyre nyaralni, meg nem voltak táborok. Ha még egyszer ráfújod egy zsigára azt, hogy első emelet, szeretlek Kiki. Szeretlek Kiki, persze. I love you, Kiki. Balázs 100-szor megmondtam. Szóval mi vártuk. Mi már augusztusban, már anyánk is várta, hogy végre menjünk iskolába, de miért? Szóval én bírtam a sulit. Lekiabált a térre. Feljöhettek holnap iskola! Jó, mert már 2 hónapja nem fürödtem, tudod. Igen. És feljött 2 szankál a nem fabrika. Egyszerű. Nem egyszerű. És akkor Miti, beírtad, hogy egy hét nagy, hogy egy hét tábor, egy hét tím. Megvan már pontosan. Komolyan? Melyik héten hova mennek? Nagyon jó. Hol lesznek? Ott alvóson? Ha akarnak, ha nem. Ha vigyáz rájuk valaki, ha nem. Be van fizetve. Tutira megyek.
Jól csinálod, hát ettől nem, ne éred lelkismeret furid van ettől kicsit, vagy... Nem. Hát másként, attól lenne lelkismeret furdalásom, hogyha 40 fok melegben egész napot nőlnének. Jó, lehet, van nálunk kert, meg van kint egy böszme nagy trambulin, és de ott mindig tudja... parti van. De az, hogy most ott otthon üljenek, és a gyönyörű időben jó, kimennek a kertbe, ugrálnak egy picit, visszajönnek, de hogy így kb. Addig malmoznak, míg én haza nem érek, az szerintem nem poén. Úgy, ez így sokkal jobb. Hogy ne, ez jó, persze, meg hát ezt ők is jobban élvezik, persze, menjenek csak. Srácok, ismeritek a Jégvarázs című filmet? Jégvarázs, én nem nagyon láttam. Igen, abban van a hóember. Az. A hóemberes. Ja. Igen. Olaf. És ebben van az Elsa nevű karakter. Láttátok a filmet egyáltalán? Én láttam. Én nem. Én csak a zenéjét hallottam. Azt nem tudom nem hallani. Mert mindenhol megy. A Jégvarázs című filmről egyébként zárójában annyit kell tudni, hogy ez egy Disney produkció. Igen. Minden idők legsikeresebb animációs filmje. 2 milliárd dollárt hozott a pár hónap alatt, miután bemutatták. Atya Isten. És egyébként bejutott a 10 legsikeresebb, legtöbb bevételt hozó film közé is, amiben egyébként többek között mondjuk az Avatar ketyeg, úgyhogy ez egy elég sikeres rajzfilmnek tudható be. És a lényeg az, hogy most csinálják a második részét. Na, a meséről szeretik veletek és a lényeg az, hogy nem tudom, hogy hallottátok-e, nemrég olvastam ezt a cikket, hogy a... És rólad formáznak egy pajzán karakter? Nem, igen. Olaf a nagyóról. Amerikában leszbikus aktivisták elkezdtek aláírásokat gyűjteni, most már 200 ezernél tartanak egyébként, hogy nyomást gyakoroljanak a Disney-re, vagy legalábbis arra kérik a Disney-t, hogy álljanak be mögéjük. Mégpedig a lényeg az lenne szerintük, hogy a főhős karaktere Elsa, aki egyébként azt kell róla tudni, hogy ő egy olyan lány, aki az erejével, a hangulatával megfagyasztja maga között a körül a dolgokat. Tehát egy, hogy is mondjam, egy tipikus meleg karakter. Van valami olyan tulajdonsága, amitől más lesz, ami miatt őt az emberek elítélik, ami miatt szégyenkeznie kell, bujkálnia kell. Tehát őt, ezt a karaktert... De már így építették föl direkt a karaktert? Nem, hogy... de a melegek nagyon rácsavarodtak erre a mesére, és azt mondták, hogy egyébként mennyire áthallásos, igen, tehát hogy egy meleg fiatal mennyire azonosul, mint tud ezzel a fajta karakterrel, és arra kérik a meleg aktivisták, a Disney alkotóit, hogy vállalják be, hogy a hercegnők közül ez a karaktere legyen a második részben az első olyan női Disney hercegnő, aki nem hercegben, hanem hercegnőben találja meg a szerelmét. Tehát a folytatásban Elsa bele fog szeretni valakibe, de ne hercegbe szeressen, hanem hercegnőbe. És a 20. percben coming out-tól. Az milyen lenne? Hát, és belement a Disney? Nem, én, egyelőre erről még nincsen hír, én úgy tudom, hogy nem ment bele, és szerintem nem is fog belemenni, nem lesznek annyira tökösek, hogy emőbe álljanak. Azt mondják egyébként a melegjogi aktivisták, hogy mennyire nagyon jó üzenete lenne ennek az egésznek, mert hogy mivel rendkívül sikeres volt az első rész, így a második rész is nagyon sok gyerekhez jutna el, pont egy olyan életszakaszban, amikor rendkívül érzékenyek erre a fajta dologra, érzékenyíteni lehet őket, toleránsra nevelni. Ez egy ilyen filmnek nagyon jó az üzenete, hiszen azt üzeni, hogy akkor is hercegnő maradsz, hogyha hercegnőbe szeretsz bele, az emberi értékek, a barátság, a bátorság, a család szeretete, ennek a főhősnek nagyon fontos, tehát ő ugyanolyan ember, mint mi vagyunk, tehát hogy ez milyen jó üzenetet hordoz. A kérdés az, hogy szerintetek ez egy jó dolog-e? Egy Jégvarázs esetében nem tudom, mert az Avatarnak láttam alternatív verzióit, az nekem tökéletesen bejött, tehát nem éreztem semmi olyan dolgot, amit kifogásoltam volna. Nem tudom, hogy a klasszikusokba mennyire kell ezt a dolgot belevinni. Az egy érdekes kérdéskör, hogy ez csak a melegjogi aktivistáknak tűnt föl, hogy Elsa karaktere már eddig is szerintük ugye meleg volt, vagy leszbikus, és akkor itt azonnal tehát, hogy megint... Mondjuk itt érzel egy kis frusztrációt, nem? Ugye? Tehát, hogy itt azonnal elkezdjük verni a melegüket, hogy ő meleg az Elsa, és akkor most már vallja be, hogy az Elsa meleg. Nem, ez egy olyan karakter. De szerintem ebbe ez van, Juli, hogy teljesen értelek, én is láttam a filmet. Nekem nincs benne az, hogy ő egy kemény nő, akinek ugye birodalmat kell irányítania az Elsának. Ezt meg kell tennie, nincs probléma ezzel a dologgal, csak ez, hogy akkor most gyorsan húzzuk rá, hogy ő biztos, hogy egy meleg karakter, szerintem ez megint ilyen kapálózós sztori. Hogy vajon a régi meséket meg kell, de nem. Én úgy szeretem, hogy tényleg ez egy ilyen kapálózós sztori. Ez ilyen kétségbe esett nyomor, kapálózós erőködés. Nem mondtam, mert ugye ez félre lehet érteni ezt a dolgot, hanem hogy meg gyorsan találjunk valamit, ami ráadásul tudjuk, hogy világsiker, tudjuk, hogy mindenkihez el fog érni. Magával a törekvéssel abszolút egyetértek, hogy a gyerekeknél igenis el kell mondani azt, hogy létezik a
a másság, ami nem más, ugyanúgy emberi. De hogy ezt egy mesén keresztül, uh-huh. vagy egy Disney, egy sikeres Disney mesén keresztül kellene megcsinálni. Na, itt inkább a hangsúly, mert a sikeresen van a hangsúly. Jó üzenetet egy mesén keresztül tudsz elérni. Hát, csak naiv a felvetés, ugye a Disney miről szól, a profitról. Ha. Ugye teljesen egyértelmű, a lóvé. Na most nyilván a Disney egyet nem fog bevállalni, ha a kockáztatja azt, hogy mondjuk 1 milliárdig menjen az árbevétele a Jégkirálynő 2-nek, vagy ha kiderül, hogy a Jégkirálynő leszbikus, ugye? Akkor egy csomóan nem fogják elvinni a gyerekekre. Akkor megáll 70 milliónál, a nyitó hétvégén itt majd egy nagyon gyenge 3 millióval. Más korhatár, nem fognak tudni bemenni a családok megnézni. Miért más korhatár attól, hogyha az Elsa egy nem szerintem herceget, az már herceget, ott már más megítélés. Meg lehet, hogy azt mondják, hogy 4-es, hanem 6-os, 12-es, nem tudom miért. És ezek már 100 millió dollárok. Hát persze. Szóval rossz helyen tapogatoznak, én értem egyébként, hogy ők szeretnének, de a Disney egy tőzsdén szereplő cég, profitorientált dolog, lóvét akar belőle keresni, ha ő egy picit is látja annak a sanszát, hogy emiatt 3-mal kevesebb néző menjen be, már pedig 3-mal kevesebb néző biztos, hogy nem fog bemenni, vagy be fog menni, vagy nem tudom, mit akarok mondani, mindegy is, akkor nem. A lényeg, hogy tehát nem fogja bevállalni, tehát ezt a leszbikusok egy picit rossz helyre. Egyébként rossz helyre tolták maga a felvetés, nem rossz. Egyébként meg szerintem egyáltalán nem rossz a helyzetük ebből a szempontból sem, mert elég a melegeknek, a leszbikusoknak, mindegy, hogy hogyan fogalmazok, a másoknak, vagy nem tudom mi. Ha már a másokat mondtam, akkor például a Trónok harcában is egyébként vannak olyan karakterek, amik egyébként mint egyértelműen ugye melegek, vagy leszbikusok, sőt, ott még az egy másik történet. Az én gyerekem még nem nézi a Trónok harcát, a Frozent viszont igen. Ezer példát lehetne hozni egy rakás sorozatban, filmben, stb. Ott van. Na jó, de más azért egy gyerek, meg más egy felnőtt, azért a kettő tényleg fura összehasonlítani. Ez egyik egy felnőtteknek szó, a másik meg azért egy mesefilm, ahol azért ritkán jelennek meg leszbikusok, meg melegek. Tehát a felnőtt azért azt már helyén tudja kezelni. A Trónok harcában én is örülök, ki van benne egy jelen. De azért egy mesefilmben, hát a kettőt azért nem lehet összehasonlítani. Emlékezzetek arra a mesekönyvre, ahol a herceg kereste a herceget, beszéltünk is róla. A herceg és a kincs, vagy valami hasonló. Igen, elkezdte keresni, és aztán, hogy a mit tudom én, kivel ő összejött, és ugye azonos nemű, hogy micsoda felháborodást váltott ki a dolog annak idején, amikor az a könyv is megjelent. Hát ugyanez lesz elég az lehet, oka. Hogy csak egy jót tengózni akartak. Így, nyilvánvaló. Tehát még egyszer malmozni. Nem magával azzal van baj, hogy erről beszélni akarnak gyerekeknek, hanem úgy így. Egyrészt a Disney nem fogja engedni. A Disney nem fogja. Másrészt meg ez, tudni. Hogy hú gyerekek, itt ez a világsiker, hát gyorsan húzzuk rá erre az Elsára, mert ez egy kemény csaj, hogy ő akkor biztos leszbikus. A leszbikusok ez a saját magukra sütöttek bélyeget, hogy az összes nem. Ilyen, de, hogy nem, az összes nem, leszbikus nem, egy nem, ilyen nem, karakán, nem, izé, érte? Hiába hát kapálóznak. Jaj, de jó, holnap nem én leszek címlapon a kiskegyedben, meg az NLC-ben, meg nem tudom, végre egyszer, Feri beszólt, nem, Jani beszólt. Pont az az üzenete a történetnek, hogy itt van, igen, egyébként egy karakán és belevaló és kemény nő, de mindemellett egy olyan nő, akinek fontos a család, aki szeretni tud, aki csupa szív, aki egy jó barát, aki egy jó testvér, aki egy csinos nő. Tehát ezer másik tulajdonságot hoz föl mellett, ami miatt ez a karakter szimpatikus lehet, és lehet vele azonosulni. Tehát, és akkor most vegyünk egy tökéletes világot, hogyha Disney mögé beállna, ti elvinnétek rá a gyereket? Nálunk jó kérdés ez nem... ezek, jó kérdések egyébként. Tehát, hogy oké, a Disney soha nem fog emögé beállni, ezt tudjuk pontosan. Soha. De ha ott lenne a film, és azt mondja, tudjuk, hogy a végén ez a nem a szőke hajú herceget csókolja meg, hanem egy fodros szoknyás hercegnét, akkor... Én azt mondom, hogy most még nem, de később egyébként igen. Most még nem, mert most még más zavar van a Benny fejében, illetve úgy értem a zavart, más hogy... zavar. Nem, hát most még más szinten van. Még. Tehát most még más foglalkoztatja, de pár év múlva egyébként igen. Tehát nekem valahogy szerint meggyőződés, hogy minél lazábban természetesebben kezeled ezt a dolgot, akkor az annál kevesebb zavart szül a gyerek fejében. Én nem hiszek abban, hogyha a gyerek megnéz egy ilyet, akkor ő ettől meleg lesz, vagy leszbikus, bárha az lenne baj. De hogy én nem, szerintem ez nem így működik, ez egy sokkal összetettebb, komplexebb dolog annál, mint hogy na megnézi a gyerek, hogy lány szerethet, akkor ő is elkezd most akkor gyorsan egy fiút szeretni fiú létére, vagy ha egy kislány megnézi, hogy van lány és lány között, akkor ő holnap szájon csokolja Ágicát. Szerintem ehhez több minden kell. Van az a fajta fejlettségi szint, ahol szerintem ezt nyugodtan meg lehet nézetni. A gyerekkel beszélni róla nyíltan, elmondani, sokszínűek vagyunk, ilyenek vagyunk, nincs ezzel baj, ki így, ki úgy dönt. Nagyon sok mindent kell a gyereknek ebben a témában megtanítani. 6 évesen én még nem.
De 8-10 évesen már simán. Egyébként, ha őt ez érdekli, és utána kérdez, és lehet erről beszélgetni, akkor igen, most még biztos. Én azért merném elvinni, mert nálunk már rákérdeztek egyébként, pont láttak egy párt, egy meleg párt, és akkor megkérdezték, és hogy, tudták, ők, hogy ők milyen kapcsolatban vannak egymással, hogy fogja a fikét fiú egymás kezét, és hát ilyen nagyon meg átölelték ott egymást, és tehát, hogy így, nyilván ők levették, hogy ez több, mint az, hogy egyébként egy barátoddal se nem szoktál, én legalábbis a barátaimban viszonylag ritkán megyek kézen fogva, és akkor ebből ők levették, és én annyival intéztem el a dolgot, hogy ők szeretik egymást, és teljesen normális kapcsolatban élnek. A két gyereknek ebben semmi olyan nem volt, ami meg kéne akadni, érted? Mm-hmm. És akkor mentünk tovább, kész. Én elvinném őket, de csak akkor, hogyha kapnék a promóciót a puszi jegyeket a sajtóvetítésre. Ez mostanában nem fog. És ebben az esetben a puszi jegy az kifejezetten jól szól. Kifejezetten jól hangzik, hogy kettő darab puszi jegy. Én nem tudom, hogy a gyerekeken keresztül kell ezt az üzenetet átadni. Én azt gondolom, hogy bízzuk ezt a szülőkre, nézze meg a szülő ezt a filmet, vagy nem tudom, világosítsuk fel őket, és majd a szülő aztán szépen lassan elkezdi ezt. Az ő ütemében, az ő tempójában, az ő vérmérsékletéhez híven így vagy úgy adagolni a gyermeknek, hogy ez van, ez egy természetes dolog, ez nem kell őket bántani, nem kell őket kirekeszteni, ők se kérték, ez lehet, de ettől ugyanolyan emberek, mint amilyenek mi vagyunk, se többek, se kevesebbek. De ez a kicsit erőltetett, nyomjuk be már a mesébe is, és már a gyerekeket is szembecsítsük, és ez a leszbi vonal, hogy akkor most megkérjük a Disney-t, hogy akkor már gyerekeknek ez is, mert akkor már nem kell. Hogy érjünk el oda? Én nem tudom, hány Disney hercegnő van, meg hány Pixar hercegnő van, meg mi se számoljuk már ide. Nem tudom, de hogy nem kell átesni szerintem a másik oldalra. Az átesés a ló túloldalára. Hát hogyha azt mondjuk, hogy egyébként ez teljesen természetes és hozzátartozik a világhoz, akkor miért, tehát hogy miért nem lehet? Nem kell, tehát hogy szerintem ez a természetes, tehát hozzá tartozik a világhoz, én inkább így fogalmaznék, de szerintem pont ugyanezt éred ezzel a fajta erőltetéssel, mint amikor otthon hányja a keresztet valaki állandóan, hogyha ez a téma így szóba kerül, vagy megjelenik valamilyen formában. Egyszerűen csak el kell fogadni, hogy ilyen is van, és akkor szépen természetesen, ahogy Balázs is mondta, hogy érik a személyisége a gyereknek, ahogy fejlődik, ezek a dolgok, aztán majd szépen ő eldönti, neki valahogy lesz egy kialakult kis vélemény a dologra, ahogy a kis világnézete fejlődik, de ez a beerőltetés egyik vagy a másik oldalról is mondom, egyrészt, hogy tüntetek ellene, másrészt meg, hogy állandóan harcolok a jogaimért, és hogy úgy csinálok, mintha nem fogadnak. De hogy nem, az egész Egyesült Államok az elfogadásról szól már lassan, tényleg. Hát tele van. Igen, de azért mi még az, hol vagyunk? Tehát itt látsz, hogy két, most gondold el, azért úgy élnél, hogy mondjuk te már... ez egy Disney film, nem a magyar film alatt nem támogatja. Azt mondom, valahol értem őket nyilván, tehát bárcsak már ott tartanánk ebben, és bárcsak mindenki úgy gondolkodna. Tehát amíg neked például tök természetes, hogy meg tudod fogni a feleséged kezét, és nem ver meg senki a blahán, addig azért, ha a másik oldalba belegondolsz, hogy például azért fogom meg, hogy ne verjenek. Egyrészt. De másik oldalról mondjuk, ugye valaki mondjuk nem tudom meleg, vagy leszbikus, és nem foghatja meg egyszerűen még Magyarországon a párja kezét, mert valószínű, hogy 10-ből 8-ször egyébként inzultálják, az se egy normális világ. Tehát ami nekünk heteróknak egyébként teljesen normális, az miért ne lehetne másnak is normális, nem? És nem meri, mert nem foghatja, mert megverik, meg beszélnek, mert inzultálják. Tehát Amerikával jó példálozni, de gyerekek, egy masszívan homofób országban élünk azért. Tehát messze vagyunk mi még Amerikától. Tehát egy idegengyűlölő, homofób országban élünk. Aki ezeket a húrokat pendíti meg, az remek húrokon játszik, mert arra itt mindig van igény. Én ezért tartom ezt egyébként nagyon veszélyesnek. Politikai tőkét kovácsolni egy olyanból, ami azért itt rezeg. Azt megpendíteni egy elég veszélyes játszma. Na mindegy. Szóval, hogy bárcsak ott tartanánk, mint Amerika. Jó példa, de nem ott vagyunk. Menj már ki egy fiúval, fogd már meg a kezét, és üljetek már fel a metróra úgy, hogy végigmentek a metrón, hogy fogod a kezét. Hányan köpnének le, vernének meg, szólnának be, öreg néni vágnózád a táskát, azért az Amerikában nincs. Nagyon messze igaz, vagyunk. Ott is vannak államok, ahol. Nyilván ott is vannak homofóbok. Ahol rasszistábbak is vannak, toleránsabbak, liberálisabbak. De amit messze mondtál, vagyunk azért amit mondtál, nagyon. Hogy alakuljanak is világnézete, meg szedje fel az információkat. Én azt vettem észre, hogy tehát a gyerekeknek ez a kérdés, nekünk már valahogy óvodába előkerült. Szerintem mi akkor találkoztunk először is, valószínűleg tévében azzal, hogy két nő megcsókolta egymást, és akkor rákérdeztek, hogy ez mi. És teljesen természetesen kezelték a dolgot, hogy igen, két azonos nemű ember is szeretheti egymást. Hát nálunk a fogyári óvodában nem volt ilyen. Amióta viszont elkezdtek iskolába járni, nem tudom, múltkor volt, szaladtam bele valami ilyesmibe, hogy a két gyerek kuncogott, és elröppent a mágikus muzi szó is. Muzi, azt mondtad, muzi.
Igen, és kérdeztem, hogy tudjátok-e, hogy mit jelent ez a szó, meg hogy mind kacaráztok, és most érzem azt, mert mondod, hogy az lesz a jó, hogyha felszedi ezeket a dolgokat. Tehát az a baj, hogy pont az iskolában szedi fel ezeket a dolgokat, és rendszerint olyan dolgokat szed föl, amit én nem akarom, hogy felszedjen. Én nem akarom, hogy én azt akarom, hogy a gyerekem egy toleráns, elfogadó gyerek legyen. Az iskolában, akik úgy jönnek be, moziznak, mert ma ezt hallja otthon. Úgy is fel fogja szedni. Ne, igen, meg te vagy a szűrő, majd te. Mivel te vagy a példa, és ha elméletileg a példa nyomán tud menni, akkor majd elfog. Tehát neki nem a ő neki most tök mindegy, milyen csúnya szót használ, nem azt, amit te mondtál, használhatna mást is, érted? Ez most egy izgalmas, neki ez egy érdekes helyzet, ő most ezzel bátor, majd el fogja felejteni. Majd te meg a férjed ezt rendbezt veszitek, érted? De most komolyan, tehát ez valahol a ti dolgotok. Gyerek hazahoz egy csomó dolgot, ti pedig szépen leszűritek, aztán helyre teszitek. Azt nem tudom egyébként még, hogy, és akkor is lassan már elzárom, hogy... Hogy az utolsó hétben hol lesznek a gyerekek? Hogy például az iskolai erkölcstanoktatásban egyébként ez hogy fog megjelenni, mert én néha rákérdezek a srácoknál, hogy mit tanulnak meg, hogy mikről beszélgetnek, de hogy is mondjam, teljesen ártalmatlan dolgokról, tehát nagy állásfoglalásra, vagy egyáltalán érzékenyítésre. Tudta, hogy anya, hogy Sámson egy szamának az állkapcsával agyon vert 1000-re a filiszteus? Nagyjából ezt egyébként. Igen, igen. Ismerve a mai rendszert, meg a pedagógusokat, és a, igen. Ő sem meri vállalni. Szóval, hogy de, hogy meri elmondani. Bárcsak erről beszélgetnének, vagy miért ne lehetne ez téma? Ez nem lesz téma, szerintetek? Szerintem. De akkor hol lenne téma az iskolában, vagy az iskolai oktatáson belül? Szerintem otthon legyen téma, old meg te. De az iskolában erről nem kell beszélni, úgy teszünk, mintha nincsen. Ahol van, akkor az erkölcstanulás miért nem jön szóval? Szerintem otthon kéne az összes ilyet elkezdeni, tehát ne kezdjünk egy kiabálni az iskolára. Miért hagyatkozunk mindig az otthonra? És mi van, ha az otthon nem kapja meg, mert nem az iskola feladata, akkor? Hát vagy otthon pont egy olyan mintát kap. Ha otthon nem természetes, akkor azért az iskola feladata 20 gyerekkel például tök át, totálisan ezen, hogy erkölcstanulán ez felmerüljön, beszélgessünk róla, mindenki elmondja, túl erősen hagyatkozunk az otthonra, ráadásul azért az ugye nem mindig adott, szóval. Pistika, amit beviszott ez forról, az optimális. Hát ez lenne az optimális. Ez lenne az optimális. Azért ott elkezdjük, tehát, mert ezt én mindig egy kicsit felmentésként érzem, amikor ezt mondjátok, hogy miért nem az iskola, hogy mert akkor nekünk nem kell. Nem, elsőslegesen nekünk kell, aztán lehet kiabálni, hogy az iskola miért nem csinálja. De rögtön azzal kezdődik, hogy majd az iskolába az erkölcstanórá. Hát előbb tedd meg te a magadét otthon, aztán kiabálja az erkölcstanórával. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek, minden szülőnek a felelősséget, nyilvánvalóan átadom azokat az értékeket, amiket én fontosnak tartottam. De hogyha pont az az érték számomra, hogy ezek az emberek dögöljenek, és hogy nem egyenlő, és hogy akármi, akkor az fontos, hogy bent az iskolába viszont hallja meg az ellenoldalt is. Nem? Hát, hogy ne, igen. Csak ami például mindenki így visel, aki sokan így gondolkodnak, kit érdekelnek a ferde emberek. Ezek betegek. Julitól nem vártunk többet. Mást hívjatok be kedden 9 utára. Miért kéne a leszbikusokkal melegekkel foglalkozni? Nem értem. Az az ő dolguk. Kit érdekel ez? És nagyjából ez hülyen tükrözi azért a nagy magyar gondolkodást. Tisztelet a kicsit intelligensebbeknek. Ne vegye ezt most magára az SMS írója. Akinek a telefonszám. Igen, igen. Csak egy kicsit. Szóval, hogy... Hát igen. Ez nem egy egyszerű dolog. Ráadásul az ilyen típusú SMS íróktól azért azt megnézném, vagy megkérdezném, hogy amikor majd a gyereke beállít, tudod, és azt mondja, hogy apa, meleg vagyok, vagy leszbikus vagyok. Akkor mit szól? Hát valószínűleg sose fogja elmondani az apjának, mert agyon verné az apja. Jó, megveri, és azt mondja, igen, te normális ezért... leszel, nem azért neveltelek, hogy pontosan. Ilyen legyél, meg olyan legyél. Szóval, hogy sose tudhatod, hogy az élet mit akar megtanítani. Ezért kell szerintem toleránsabbnak lenni, meg elfogadóbbnak. Nem egy Disney filmen keresztül, én ezt nem adom valahogy, szóval nekem ez túlzó, ez erőltetett. Legyen egy alternatív befejezés, amit mi megnézünk Janival. Igen. Kérjük a Disney, csinálja meg Jani-Bani végét, mi nagyon szívesen megnézünk egy jégvarázs felnőtt változat, rendezői változatban egy B-verziót, nem János? Arra bevő vagyok. Így van. Emlékeztek azokra a sorozatokra a magyar televízió? Első, második, volt az egyes csatorna, meg a kettes csatorna, és akkor kiírták egy adott ponton, hogyha úgy szeretnéd, hogy a történet folytatódjon, akkor kapcsolját a kettesre. Nem emlékeztek ezekre? És akkor lehetett ide-oda kapcsolgatni. Most már emlékszem, nem volt annyira érdekes a kettesen se a vége. Én a magam részre a két herceges verziót azt kihagynám, de a két hercegnősre arra bármikor, ha külön is, érted? És lehet, hogy legyen IMAX a VIP-teremben. Ugye milyen álszentek a férfiak, hogy azért két nőre... Nem is vártunk már. Két nőre szívesen elnézik, két pasival meg azt mondják, hogy na a beteg meg a nem tudom mi, de azért két nő azért az jó. Igen, persze, de azért két pali meg ne csináljon ilyet. Nem? Ahogy mondod, te én egyébként azzal értek egy maximum esélyt, hogy nagyon jó hallgatói felvetés, hogy legyen nagyon PC a film, és a kombájnosok is kérik, hogy a hercegnő a mese végén arra sor. Így van.
Nehéz kérdés ez, igazából, de hát majd megbirkózunk vele. Júli, jó volt, én szeretem néha a komoly témákat hozol. Köszönöm szépen, szervusztok. Puszi neked, csáó, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Hármasugrás játszunk, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, fiúk, sziasztok! Hello. Jó reggel! Zoli, honnan hívtál minket, Zoli? Budapestről telefonáltam. Hú, milyen kis erotikba hajlok, kicsit így belefordom, de mi lesz a következő baj? Lennél a hercegnőm, Bali? Kicsit beleborzongtam ebbe a hangkordozásba. Mit csinálsz, ágyban vagy még? Nem, itt vagyok a munkahelyemen. Ja? Valami 0-90-es számot viszel? Nem. Most kivételesen nem. Azt hittem, valamilyen erotikus koncerttel dolgozom, olyan volt a hangod. Mivel foglalkozol, Zoltán? Én légitársaságnál dolgozok, ilyen számíteri munkatársként. Egy légitársaságnál. Az jó. Fapados vagy? Izgalmas. Tessék? Fapados vagy? Nem. Másik. Másik? Hollam nem fapados. Ja. K-betűvel kezdődő? Igen. Mm-hmm. Hát jó, szeretem. Rajzoljuk még körbe valahogy. Az eleje, Emma véget. De jó. De egyébként tényleg olyan hangod egy picit, mint hogyha pultos lennél a két kandúr pubban. Nem. Ilyen foglalkozásom még nem volt. És egyedül játszol, Zoli, vagy van melletted valaki, aki? Hát elég sokan vannak itt a munkatársak, remélem segíteni fognak. Oh, ő ki volt? Fütyös Józsi. Valaki fütyörészik, ez tőled jött? Nem, ez a Nándorka volt, a csodálatos kollégám. Nándorka, aki szeret fütyülni. Na, jó munkahely, jó munkahely. Igen, fiatalos. Igen, ez jó. Jó, ami ennek a kérdések, Jani? Szerintem simán menni fog neki. Valami azt érzem, igen. De ráadásul mostanában csekkolom a kérdéseket. Hány másodperc alatt tudom megtalálni a Googling? Komolyan. Tegnap csekkoltam mind a hármat. Ja, hogyha használnak lehetett, akkor... Uh-huh. Mennyi idő megtalálni? Na, menjünk? Én biztos nem fogok tudni gépet használni, de menjünk persze. Egy ilyen komoly cégnél nincs internet. Nincs, persze. De van, csak esélytelen lenne így fogni közben a telefont, és úgy pötyögni, úgyhogy nekem esélytelen. Hát kicsit barajtod a fejed, fölnyomod a vállad, és akkor úgy közlöm. Na figyelj, melyik város egyik látványossága a Gülbaba tűrbéje? Hűha, ez nagyon jó kérdés. Na, azt köszönöm szépen, jól esett. Nem egy tipikus. Gülbaba tűrbéje. Figyelj. Budapest. Hát azért is bizonytalan vagy. Így van, a rózsák atya. Régóta próbálkoztunk, úgyhogy izgulok egy kicsit. Tényleg? Igen. Most mit csinál a fütyös munkatárs? Elhallgatod? Na, jó, a kis pekingi kacsa, hogy fütyön. Szolgálatban van neki. Figyelj, és közben répát robogta. Na figyelj, így szól a második kérdés, amennyibe menjünk tovább. Persze, természetesen. Melyik magyar rajzfilm sorozatban szerepelt egy maffia nevű macska? Maffia nevű macska? Pedig ez rémlik. Ez szerintem egyértelmű a... Megvan már, hogy te húzod az időt, ő nézi a neten. Gyönyörű, megpróbáltok minket. Na mi van? Egyébként az öt, a terv meg zseni volt. Terv meg zseni volt, én húzom az időt, te nézed interneten. Uh-huh. Visszakérdezek a fiúktól, mintha... Hogy mi? Fütyülj közben, fütyülj! Milyen macska? Ez a Mézga család volt, nem emlékeztél? Krisztának a macskája. Ezt néztem régen, de a macskára nem emlékeztem. Krisztának a macskája volt maffia. Ugye Aladelának a kutyája pedig Blöki. Igen. Mézga család. Hát ez kimaradt sajnos. Így van. Na és milyen a hollandoknál dolgozni, jó? Igen. Könnyebben jön be a cucc. Amsterdamból? Mondhatjuk. Tényleg? Jó fejek a hollandok egyébként, vagy a holland főnökeid, ha vannak? Természetesen, magasak és jó fejek. Köszi szépen! Csak azért, mert elbuktál! Nem. Tulipárokat szagolgatnak és falpapucsba járnak. Jani, nem akartam megmondani, nem kérdés. Jó van, Zoli, hát nincs ajándékcsomag, búms is, mert ez a harmadik kérdés után van. Köszi! Örülök, hogy játszottam a fiúk. Szép mi is. Nektek. Ciao. Hello, sziasztok! Ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól.
Kérjük, ha megkérdezik, mondja el. A Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Klassz! Csak slágerek. Klassz FM, a rádió. 3-4-10 lesz, pontosan 2 perc múlva. Milyen rövid volt a reklám? Hogy legyen hely az ismétlés. Legyen. Na, koranaggel ugye beszélgettünk arról az ügyről, amikor tanulók megalázták egy diáktársukat, és ugyanazt visszakapták az igazgatótól. Azóta már kaptunk néhány telefont, hogy hát nem teljesen így történt, és egészen más jelent meg a sajtóban, mint ami történt valójában. Hát nyilván mi abból csinálunk témát azért, ami sokszor a sajtóban megjelenik, úgy abban a formában, aztán már a feldolgozás sokszor különböző. Itt is egy-két dolgot máshogy gondoltunk, de nem tudjuk, hogy mi történt valójában, azon hírek alapján indulunk el mindig, amit olvasunk különböző lapokban. Ugye arról szól, hogy két fiú állítólag egy autista társának a fejére csukját húzott és kivégzőset játszottak vele, majd az igazgató ugyanezt tette a két fiúval, bevitte őket az igazgatóiba, csukját húzott a fejükre állítólag, és hát bejátszotta azt velük, amit ők tettek, ugye egy beteg iskolás társukkal. Beszélgettünk arról, hogy jól döntött a Tiri, nem döntött jól egyáltalán, hogy a fenébe jutottunk el odáig, hogy gyerekek már ilyet játszanak az iskolában, és mi a jó megoldása egyáltalán van. De hát itt nagyon sok plusz olyan információ kellene, hogy az ember jól döntsön, ami ugye nincs a birtokunkban, milyen gyerekek, milyen előélettel, milyen iskolában. Hát nagyon sok volt a kérdés. De erről beszélgettünk, mert hogy azért ez érdekes minden esetre, hogy már idáig jutottunk, hogy ilyen iszlám államos módszereket jelenítenek meg a gyerekek általános iskolában, tehát döbbenet. Nem? Az egyértelműen. Más, de is másként is lehetne játszani. Rémisztő a dörög, igen. És beszéltünk, amit Drága Pető Gyurinka, aki ugye pilóta, mert hogy tegnap az M1-M7-es közös bevezető szakaszán leszállt egy kis gép. Feri pont látta is az esetet egyébként, arra mentek haza. És felhívtuk Gyurit, hogy mondja el, hogy ilyenkor azért ez tényleg hogy történik, mert egyrészt bravúr volt, amit a pilóta végrehajtott, de hát ilyet nem lát minden nap az ember. Csoda, igen, hogy nem történt baleset. Nem egy megszokott dolog. Igen. Pedig szóltak a pilóták, hogy Sanyikám, ha picit ha jobbra húznád a kormányt, akkor közelükbe landolnál, de... Na és az várj, amikor megjön majd az autópálya felügyelettől két nap múlva 15 ezeres büntetés. Persze. Az M1-es, M7-es, 4-es kilométer szelvényénél 13 óra 30 perckor jogtalan autópálya használat. És 178 km per órás sebességgel ment át a híd alatt. De az a két büntetés is lesz. Rögzített véda. Nem volt megkötve a biztonságért. Na, Gyurival arról beszélgetünk, hogy mit tehet ilyenkor egy pilóta. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 6 perc múlva pontosan 10 óra. Janinak el kellett mennie, mert újra felfedezte magán azokat a kicsi apró piros pöttyöket, és felállt, felkiáltott, és elrohant, úgyhogy... Isten, doktor! A 4:11-kor látjátok valahol az Üllőút, Metszer út a sarkán a bőrgyógyászaton, akkor nincs tudjátok, nagy baj, tehát nincs tényleg nagy baj. Nagy baj, de meg kell nézetni, az a biztos. Én mondtam neki, János, inkább nézesd meg. Így van. Nehogy aztán. Tudod, tovább terjed, csúnya, kisebb esetben ugyanaz fáj, lesz, mint a múltkor. Azt igen. Is mennyit mesélt róla. Elfekélyesett, és aztán itt fura dolgok lesznek. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt! 5 perccel később indulva már gond lett volna, gondolom, a piros pöttyök. Ja, hát persze. Hát, itt ezt azonnal tűzoltás van, tehát ezt vagy bekened, vagy vége van. Úgyhogy János Áron, mi újság? Jó idő van kint? Minden oké? Gyerekek, ez már nyár. Ne. Tudom, hogy vannak az országnak olyan részei, tegnap is valaki felhívott, és azt mondta, hogy szeretnék egy daltként, mert megőrülök, hogy mennyire rossz idő van, miközben itt nem tudom, ilyen 30 fok, meg nyári napsütés. Úgyhogy nem biztos, hogy mindenhol ez a szép idő vár ránk, de gyönyörű, ez tényleg nyár. Úgyhogy lassan kerti medencét újra fel kell pumpálni. Ilyen kis pumpálós? Miért másodsz már egy rendes gödröt oda hazára? Igen. És amit kiások, abból meg egy hegyet tudod. Így van, és akkor télen szánkóhegy bele, igen, a medencébe. Hát tudjátok, az aminek a karimáját kell felfújni, és igen, az megtartja aztán a vízfala tartja meg magát a medencét. Vagy a vízfal tartja meg a medence falát. És van hozzá forgatód meg minden? Hát, viccezel? Hát persze. És nem algásodik az alja? Az használattól függ, tehát amikor mi használjuk, akkor próbáljuk a gyerekeket rávenni arra, hogy tiszta lábbal menjenek bele, de aztán jön a nyár közepe, és fejest ugranak, meg jönnek a haverok, tudod, és... Úgy már nehezebb egy kicsit. Igen, algásodik. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Morning Show. Oj, hát és micsoda tempó. Sziasztok. Igen. Nem írtad alá, hello. Szia, Zsolti. Zsolti, hol hallgatsz minket, Zsolti?
11. kerületben vagyok éppen, hogy lakásátvétel. Lakásátvétel. Na, hát akkor nem is vagy tőlünk messze. Feri panaszkodott, hogy nem tudott aludni, mert bőgették a huligánok a motort. A brigantik! Igen, hallgattam. Igen, nagyon jó cita. Feri, olcsón tudok nyugdíjbiztosítást, és jó kapcsolataim vannak az öregek otthonába is. Csörizz nyugodtan. Arra szükség lenne. Zsolti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Mondtad, hogy morning show, úgyhogy adjuk az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm nektek. Köszi, hogy minket hallgat. Szia, Zsolt. Hello. Hello, hello. Csabikám, milyen zenéi lesznek? Na látjátok, ezt a sztereotípiát próbálom veletek együtt így leépíteni. Hogy a hallgatók azt gondolják rólatok, hogy ti csak a 90-es évek zenét szeretitek, már a nyugdíjas otthon kell a Ferinek. Nem, mert a 80-asat is. Ezért hozok nektek olyan új előadókat, helyzetbe hozlak titeket, hogy bólogassatok rá. Aha, már róluk hallottam, őket már szeretem. Például itt van a 21 Pilots. A fiatalok nagy-nagy kedvence. És azért, hogy ti is tudjátok, hogy nem csak az ott Dr. Albán van, érted, mondom, DJ Otinak. Tehát, hogy... Aha, az jó. Tehát még egyszer mondom, ez most cool menő zenekar. Igen, a fiatalok nagyon-nagyon szeretik. Egy két tagból áll, egy billentyűs énekesből és egy dobosból. Sokan nincsenek, nem kell sok fejet dobni a lóvét. De aztán persze ki egészülnek zenekarrá, és tök jó dolgokat hoznak. Meg hát elmennek a fesztiválokra, ahol tízezrek ugrálnak, úgyhogy ha egyszer, esetleg szembe jön veletek, akkor mondjátok azt, hogy aha, ismerjük. Tudjuk, Csabi mondja. Játszunk. Viccezel? Csabi megmondta. Jól van, meghallgatjuk. 555-55-00. Csabi telefonszáma, ha szeretnétek dalt kérni, tegyétek meg. Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello, ciao, szevasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.